Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 9 perccel jó reggelt minden drága hallgatónak. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello srácok! Jó reggelt! Hello mindenkinek, itt vagyunk gyerekek. Hát igen, 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 igen. Olyan migrénem volt éjszaka, hogy megőrülök, de már elmúlt, úgyhogy minden rendben van. Gyerekek, hát kövezzetek meg, de én most már pakolok az utazással, vagyok elfoglalva, indulok. Hát. Most már minden bajom van, úgyhogy tudod, amikor már annyira nem is az, hogy nem akarsz menni, hanem annyira maradnál, hogy már akkor inkább mennél, tudod? Tehát amikor már rossz, hogy még mindig nem mész. Igen, akkor már induljunk. Hát, igen. Hogy is? Igen. Hogy is? Ezt jó. Érzem. Okay. Hogy akkor most már induljunk, tudod? Ha most már ez van, és 6 hétig itt kell hagyni a családot, meg mindenkit, vagy hát a család egy részét, mert a család egy része egy rövid időre jön velem, akkor már menjünk, nem? Akkor érjünk már oda. Akkor érjünk oda, és akkor kezdjünk el dolgozni, és akkor csináljuk. Ez totálisan ez van bennem. Én ezt a pakolás részét utálom a legjobban. Ez a ne hagyjál ott semmit, mert hogy ugye viszonylag nehéz pótolni akkor a távolságból a dolgokat, meg ugye azért venni se akar ott az ember mindenféle dolgot. Hát basszus. Jó, egy kontingens meg jön utánunk, ugye szombaton, tehát a bármi semmit van. Semmit nem tudunk kivinni, nincs hely. Ja, az olyan nem cselszelek, mert ha bármi van, akkor még azért ott talán útnak tudunk indítani valamit az ő bőröntjükbe. Vagy legalábbis nehezék meg bekérni valami aljas dolgot. 3 kiló almát hozzá, ki létsz. Ugye jó, hogy lehet. Az a jó nyírségi alma, az itt nincs. Elfelejtettem azt a jó finom nyírségi almát, hozzák egy 4-4,5 kilót, tegyél már be a táskádba. Úgyhogy gyerekek, elindult a kiszállás, ugye megszálljuk Dél-Afrikát, olyannyira, hogy a mi technikai igazgatónk ma délután indul. Gyulós, az előre tolt helyőrség. Gyula felfedezi a repteret, a Johannesburgi repteret és minden mást. Amiről hallottam rémtörténeteket, majd egy kicsit később mesélek, hogy mit ne csináljatok Johannesburgban. Gyula egy konténernyi mindenféle kütyűvel fog útnak indulni, olyan lesz, mint a Totárik valahol, amikor átmegy majd az elektromos kapun, akkor hirtelen be fog minden jelezni, hogy olyan lesz, mint az ember tényleg egy karácsonyfa. Egy karácsonyfa lenne. Drótokkal, damilokkal, antennákkal, gombokkal, kütyükkel, magnókkal és lejátszókkal indul. Neki nem lesz könnyű. Úgy fog kinézni, mint egy ilyen Ázsia centerbe betört ilyen. Még ezt is ellopom, még. Még ezt a zene lejátszót is elviszem, leszedem. Nézz, aki cikket visz innen. Hova? Hova megy, igen. Szóval ő ma már elindul Dél-Afrikába, mi indulunk holnap Dél-Afrikába, és hát aztán ti jöttök szombaton. Bizony, megint. Egy vasárnapi érkezéssel. Az egyik szobanálunk az úgy néz ki konkrétan, az ágy tele van mindenféle cuccok. Én szeretem, hogy az egészet átlátni, így elkezdtem kis összehajtani, kipakolni, megnézni, listát írni, minden, úgyhogy tegnap még rohangáltunk, de tudod, ez a pár nappal az utazás előtt már minden olyan. Mit vettél még tegnap? Olyan feszült. Tegnap egy különböző homeopátiás szereket szereztem be. Ami egyébként ami nagyon jó, malária, meg ebola, meg hát ha ebolát azt még nem tudják, de mindenféle maláriára, meg ilyenekre vannak, amiket megelőzés jelleggel, ha elkezdesz szedni, akkor nagyon-nagyon komoly dolgokból csinálták. Szövődményei lehetnek, igen. És olyan afrikai betegséget tartalmaz ez a homeopátia, ami ott kijöhet, és ez régen egyébként ilyen afrikai törzsfőnökök is ennek a fának a gyökeréből, meg a kérgéből készült ilyen, hát tulajdonképpen sterilizáló hatású készítményeket szedtek. És ebből a fából, meg ebből a gyökerből megcsinálták a homeopátiás szert. Igen, de ők már rég elhújtak tisztázatlan körülmények között. Igen. Nem tudjuk, hogy volt-e a homeopátiás szernek bármiféle köze ehhez. Viszont a kronikák szerint egy évig nagyon komoly szenvedés volt. Igen, és egy 6-8 hétig egy nagyon-nagyon komoly, vigasztalhatatlan depressziót okoz. De olyat, hogy élni nem akarsz, amit a malária gyógyszer. Beugrottunk még egy bevásárlóközpontba, vagy ilyen hiperbe, nem tudom mi az, pólókat venni, megnéztem még magamnak egy-két dolgot, amit szeretek, úgyhogy... De kiviszel 6-7 ruhát most, vagy azért egy mosás benne van? Nem. Hát ott szépen meg lesz a kedvenc mosodád, majd leadod, értem, és hát ott élni kezdesz abban a városban. Nem 6-7, dehogy is nem. De viszek azért egy pár dolgot. Hát tudom, ott is meg kell mutatni, hogy merre van előre. A gyerekek, hát azért ott sem követjük a divatot, nem, ott is diktáljuk, úgyhogy nagy készülés volt tegnap, rohanás, készülés. Aztán még azért délután sportoltam egyet a rendkedvény. Egy jó tenisz? Gyerekek. Nyertünk? Hát kettő szedben. Nem, három szedben. Három szedben behúztuk, ami be kellett. Ellenfél volt? Nem. Ízegyet falladna meccs volt? Hihetetlen. Egy elképesztő falazás mutattam be, de legyőztem önmagamat három szedben. Nem, tegnap ott a budaörsi pálya három szedben. Úgy képzeld el, hogy 3-4-7-kor hagytuk abba, konkrétan nem láttuk a labdát, de mondtuk, hogy nem volt világítás a pályán, ilyen kis ódivatú pálya, de mondtuk, hogy aki megfutamodik, az gyáva.
Ja, olyan volt, mint valami szótadülős tenisz réget. Nem láttuk már a labdát, olyan sötét volt, de muszáj volt behúzni. Hát igen, most erről a szenvedélyedről egy ilyen cirka 6-7 erejéig le kell mondanod, mert ott nem nagyon lesz kivel játszani. Olyannyira, hogy teszek be teniszütőt, ha bárki esetleg a stábból, vagy bármikor van egy szabad órája, vagy fogott már ütőt, az nekem jó lesz, viszem a teniszcipőmet, teniszgatja. Zsűr, téged még nem kérdeztek, hallod? Ne neked egy pár szettet játszani? Hagyjál már. Na jó, nem, hát nem. Ahó, valaki. Te kérdeztél már. Csak lesz ott valaki. Gyerek, én berakom, berakom. Én nem bírom ki a 7-ig teniszni. Teniszpályát berakod? Kérlek szépen, utána néztem is ennek van? Is. Időnk nem lesz rá nagyon. Aha. Ráadásul, amikor napközben lenne néhány óra, akkor ott most már a hőmérséklet kezdni a 30-37 fokba átfordulni. Legalább fogytok. Nem, mint a neked kéne. Na most a délben kimenni a teniszpályára, az nem biztos, hogy szerencsés. Én berakom. Nehogy aztán tudod, kiderüljön, hogy érted, ott lakik a mellettem lévő szobában, nem tudom, ami kiöregedett ember, meg a fakarma fel, hogy hülye vagyok, miért nem hoztam műtőt, majd leállok ott falazni. Én nem tudom, mit fogunk ott csinálni 6-7 mozgás nélkül. Nem mehetsz ki a szállodába. Ti dolgozni fogtok leginkább, úgyhogy... Az igaz. Ez mondjuk, lesz abból bőven. Van híres dél-afrikai teniszező? Hogyne. Van. Egy olyan dél-afrikai játékos. Olyan dél-afrikai játékos van, akinek nem tudom a nevét, de bal kézzel szervált, és jobb kézzel játszott, és wimbledoni döntőt játszott, meg nem mondom a nevét. Hogy várj, csak ballal előtt, és aztán ballal szervált, és jobb kézzel, ilyen kétkezes játékos volt, dél-afrikai volt, és játszott wimbledoni döntőt a 60-70-es években, de nem tudom mondani, hogy ki. Csak tudom, hogy dél-afrikai volt, nem tudom ki, mert lehet, hogy valaki megírja. Szóval volt dél-afrikai játékos, igen. Én híres dél-afrikait, mert ez a Mandela kívül csak hát Charlie Sternot ismer. Charlie Sternon, a Pistorius. Ja, hát jó. Hát ő is gyerekek, hát híres. Hát igen, hírhet. Hát ez igaz, most már. Az a része. Most már hírhet, egykoron híres, ugye. Hát ott ugye a műlábú futó, aki kivégezte a barátnőjét. Úgy néz ki legalábbis a tárgyalás szerint. Charlie Sternon, Nelson Mandela. Figyelj, annak húzó nevek. Ők ketten. Na, most menjünk mi. Aha. De nem lesznek dél-afrikaiak. De lehet, hogy tiszteletbeliek leszünk egy idő után már. Hát 6-7 után már olyan szokásaik lesznek ott, hogy... Figyelj, 6-7 után, 6-7-7-7, ami mi ott még vízumot kellett csináltatni, mert 4 hétet, ha vagy az országban, akkor azon túl már vízumot kell csináltatni. Bár amikor indultak vissza, akkor jön a búcsúküldöttség, mindenki sír. Bizony. Az ország a tévéhíradóban benne lesznek. Elbocsézni a munkatársaktól, mert én most ugye van vízumom, vállalni fogok még majd külön munkát is. Nem. Emellett a kettő, mert elviekben elmehetnék. Hát meg figyelj, igazából mi úgyis egy fóliasátorba jövünk vissza, ilyen maszkos emberekkel körbevéve, úgyhogy igazából teljesen mindegy. Na, úgyhogy hát ez volt tegnap. Hát és ma is ez lesz. És még ma is a masszív rohangálás. Még holnap is, majd gyakorlatilag indulás előtt még egy órával fognak majd beugrani ezek a dolgok, amiket feltétlenül vinnünk kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Természetesen én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez nem fog így ilyen kapkodásmentesen lezajlani. Nem tud. Szerintem abban, hogy 6-8 hétre mész, azért az nem tud. Hát ott az ember azért, ott egy csomó embernek tényleg be kell, hogy szerezzem. Még hát ezzel akarsz lenni. Pedig készülni. Tehát igen, ezzel akarsz elköszönni. Igen, csak ezeket a dolgoknak egyrészt használja az ember még egy hétköznapokat. Én szívesen bepakoltam volna még már egy hónappal ezelőtt. Igen. Igen. De hogy így még néha azért csak előveszi az ember azt a fogkefét, azt a hajvágószettet, azt a nem tudom, ezeket az alsónadrágokat, érted? Tehát még egy szettet összeállítasz belőle, ezt elteszem. Legyen kettő. Persze. Hát konkrétan tegnap még ilyeneket vettem. Tehát ezeket kellett még egy kicsit. Hajvágó szettet te is? Hajvágó szettet én nem viszek. Minek hozott a hajvágó szettet? Hát fogsz egy borotvát, ezt leborotválod. Hát az, de bele ne fújjon a passzacél. Argentinában is ugyanez volt, akkor is úgy magamnak szépen letologatom, de hát... De ugye sima porotva a hajvágó szettet. Persze, nem akarom, hogy ilyen rendezetlen meg. Ja, én azt hittem. Ne, hogy ott esetleg beleragadjon valami bogáncsa hajadba, vagy egy mit tudom én, valami... Vagy egy denevér, érted, dele kapaszkodjon. Igen, azért. Érted. Ja, hogy egy sima porotva a hajvágó szett. Ne, ezt is úgy mondod, mintha egy Hattori Hanzo pengével ellátott óló lenne, három sövényíró, négy ízét, hajvágó szett, hát egy sima beretva. Na, ilyenek lesznek nálam egyébként, tehát hogy bármikor átjöhetsz a kis szobácskámban. Mire mi kiérünk, már látjuk a rádióstúdiót. Azt arra a szobára gondolsz, ahol majd reggel a rászó? Hát én a stúdió, a lelki nyugalma miatt én a stúdiónak jó. Hát Gyula már ugye holnap elkezdett pakolni, ma indul, úgyhogy csütörtökön, pénteken, ti meg már mire bőven kijöttök addigra, már szinte lepróbált adásunkat. Már lesz mikrofon is. Minden lesz már addigra, úgyhogy tudunk ott szépen ügyködni. Jó lesz, meglássátok, jó lesz. Majd küldök néhány fotót. Mondtuk már sokszor, de kérdezik a hallgatók továbbra is rendületlenül, illetve van, aki kérdezi,
hogy 6 hétig best of men. De nem. Dehogyis nem. Azért megyek én tolni. Is, hogy onnan legyen jó. Onnan legyen best of. Hogy felkonferálhassd a best of-ot. Hát milyen menő. Várja vele. Sziasztok, Feri vagyok, a srácok dolgoznak, azért jöttem, hogy hallgassatok meg egy május 13-a. Emlékeztek, ez volt az a pillanat, amikor még... Amikor már jó volt, repültünk, ez se, az se, na és most tessék. Ha a srácok visszaérnek az oroszlánoktól, akkor az menő, hatás lesz. Az menő lenne, ezért kijöttél volna. Brigát hozzátok, kérdezi valaki? Persze. Ha, hogy a gyerekek, ne legyetek puhán. Összehajtatós csillagkemping. Figyelj, bizniszel megyünk oda, föladhatod a bringádat, úgyhogy... Add föl. Add hát, még te a Feri cucait is el tudjuk vinni bárkinek. Bárki, ami kell, gyereket, mindenki tör. Milyen tiszta hasonlandrán kerékpár. Jó jön az ott kint. És tudod, kimennék kerékpározni, és a harmadik, hogy hussánggal hátba vernének, na, elvennék amit... a kerékpárodat, és... Az, ami egyébként tökéletes lenne, ott ebben egészen biztos vagyok. Tehát, hogy igen, de azért, tehát, hogy a környezet miatt, meg azok miatt, a jó kis utak miatt, aha, meg mit tehát, hogy azért az feelinges lenne, meg láttam egyébként, van Nels Bruiti kerékpáros klub is, de már megnéztem. Van. Tehát van, tehát, hogy semmi gond nincsen, nappal. Nappal. Ezért viszont nem kell világítás. Érted, és amikor a dinamók zümmögésen mindenkit oda van, szennyivel nem jönnek dinamóval, a fényre, igen, jönnek, jönnek a fényre. Érted, gyűlnek mindenféle népek a fényre. Úgy nem az a hely, nem az a hely, igen. Nem volt az okosabb vagy-e, mint egy ötödik, és gyorsabb vagy-e, mint a gepárd. Nem az a hely ez a Nelsprit, ahol te este biciklizél, ugye, igen. Ezek reklámoznak mindenféle szabadidős tevékenységet. Hol? Az interneten. Így van. Én ránéztem, mondom, valamit csinálni kell. Van, kérlek szépen, ki tudsz menni hegyi kerékpározni, el tudsz menni lovagolni, van minden egyébként. Úgyhogy most nem tudom, hogy szerintem mi gondoljuk túl lesz az este 6 után már sehovát, vagy ők gondolják túl. Még ezt nem tudtam el. Nem, ők nem gondolják túl, hogy nagyon várják, hogy te ja, túl gondold. Hogy te menjél. Tehát ők azt várják, hogy túl gondold. Igen, az tényleg... kintőjel, hogy 6 után ott is bezár minden. Bezár minden, és nem nagyon. Bezárnak a folyók, a hegyek, aha, minden. Mondják, hogy ott akkor már visszavesz minden. Lemegy a nap például. Az őslakosok visszavesznek minden. Sok szempontból ugyanolyan lesz majd, mint New York, csak, vagy mint Rio de Janeiro, csak nem leszek felőkarcolók, és tulajdonképpen egy szegény dél-afrikai kisvárosról van szó. Lesz a Meki. Rengeteg vendégmunkással, hogy a Copacabana-n is, ha mész, akkor az egyik utcában még, ha mész, akkor az jó, ha mész. Ezt elmondták a tengerrel párhuzamosan, a Copacabana-val párhuzamosan. Ha két utcával bejebb mész a város felé, akkor onnan már nem biztos, hogy kijössz. Mm-hmm. És akkor tartanod kell azt az egy utcát, mert ott még üzletek, turisták, éttermek, de keveredtünk mi olyan része például Brazíliában, a Copacabanán, hogy befordultunk az utcába. És ahol be kellett áldozni egy operatőrt. Hozott a sír, hogy csalj a család. Abban a pillanatban, hogy befordultam, menni 10 métert, az utca másik végén már jöttek. Aha. Nem tudott, hogy milyen okból kifolyólag. És szépen visszafordultunk, sötét volt, nem volt világítás, és visszamentünk a Copacabana azon részén. New York is ilyen, hát mész most a 26-os utcában még jó vagy, de 28-as utcában már bemész, ott már nem biztos, hogy annyira jó vagy. Főleg utálom a feketéket felirattal a pólóda. Az nem jó. Tehát ez is olyan hely, hogy nappal oké, okay. Most már azért kim vannak néhányan, akikkel levelezek. Na mit mondanak? Ez érdekel, mert hogy nappal rendben van, és lehet menni. Este tényleg észnél kell lenni. Tehát vannak olyan helyek, ahol egyrészt nem szedik a fehéreket, kettő nem is néznek rá, három potenciális pénzforrása is nem jó. Tehát ezt elmondják a szállodába is, sőt leraknak eléd egy térképet, és bekarikázzák, hogy ezen a részen. Igen. Ha nem, ne legyél hülye, ide nem menj be. Aha. Oda ők sem mennek be. Jó, apró konfliktusok elkerülhetetlenek ismerve a stábnak az összetételét. Tehát, igen. Hogy mi azért tudjuk, hogy van a stábban egy-két olyan ember, aki nem konfliktus kerülő, és picit nem fér a bőrébe, ők valószínűleg két hét után már kezdenek el majd nyüzsögni. De nem baj, lesz itt még majd. Lesz van itt még majd emberünk. Kavalkát, persze. Igen. Fia, az lesz, hogy bármikor együtt mozgunk, aki azt mondom, csinálj, teszek 20 eurót a zsebedbe, úgyhogy te nem tudsz róla. Aha. Jó. Kicsinél van a pénz, srácok. Az eurót nem is, hogy legyen rand. Jó, minden, aminek örülnek. Amerikai dollár, szerintem az a jó, vagyunk. Az még mindenhol nagyon jó. És megmondom, hogy srácok, nézzétek, kifordítom a zsebemet, nálam semmi. Hát nincsen. De tudom, hogy a kicsinél ott van. Viszont itt van, igen. Beceneve dudva. Tele van, mint a déli busz. Nézzétek csak meg. És abban például ne baljál, fordíts ki a zsebedet, és kihúzod az egyiket, és kiesik bele a 20 dollár. Igen. És ott, mint a pirányos, és én még szépen ele. A stylist, ő csak tiszt a zsebedben, a black se az egyik. És így szépen bevisznek a sikátorban. Úgyhogy igen. Bali, kérdezi egy hallgatónk, ha történik veled kint valami a rover, az enyém lehet? Persze. A világos. Kulcs az tényleg a szadgyi. Gyerekek, kulcs, forgalmi, törzskönyv, nevetekre írva. Igen. Ha már kitelepülés vézolik, amegy. Hát
az, hogy Vézolikát a reptéren felfalnák szerintem. Tehát Vézolika amennyire esetlenül mozog a világban, már láttuk ott Debrecenben is képes ott eltévedni a színpad és a sátor között, ami 8 méterre volt egymástól. Szerintem Vézolikát a johannesburgi reptéren darabolnák úgy föl, hogy mire kettőt néznénk egy johannesburgi bárba az átszállásnál, amíg ott várunk a Nelspruiti járatra, Vézolikát a WC-be azonnal szétszednék. Úgy, szerintem megijednének a műhajától. Ja, igen. Igen. Zoli, Zoli, kapd le a parókát! Lehet, hogy... Igen, azt érzem, meg nem tudnám megmozgatni az embereket a Balaton című számmal. Tehát, hogy... Figyelj, én mondanám, hogy énekeld, énekeld, kezdte. Vízi bicikli. Igen, a Malavitóra át kellene valahogy formálni, és akkor így... Delfines csúszdás, ez az nyomjad, énekeld, énekeld, igen. Én azért mocskosul aggódom, értetek így, de rossz. Hát na, abszolút érezhető ebben vagy. Az SMS-ben, abszolút érezhető. Tartozunk neked pénzzel, vagy... Lehet az oka. Igen. És többen kérdezik azt is, hogy a helyszínről választunk a játékost. Hát igen, kevesen lesznek az üveg stúdió előtt szerintem. Lesznek néhány ők úgy fognak beszélni, És ebből melyik volt a fekete? Ki mondta a tiltott szó, gyerekek? Nem. Biztos nem. Figyelj, eddig egyébként még nem jelentkezett olyan hallgatónk, de nagyon örülnék neki, vagy nem hallgatunk, de mondjuk egy magyar állampolgár, aki ott Nelspruitban vagy a környékén lakik, hogy tök szívesen meginvitálnak a stúdióban, nem? De kihaltak. Laktak? Ja, elmenekültek. Az utolsó néhány fehér 1980-ban feladta az állásait, és elhagyta a várost. Mit csinálna ott egy magyar ember? Hát... Van ott valami olyan meló, ami jó neki? Nagyon sok vendégmunkás van, akik egyébként igazából utálják a fehéreket. Tehát a helyzet az, hogy maguk a Nelspruitiek nem utálják, nagyon kedvesek a délafrikaiak, ők magában nagyon helyesek, nagyon barátságosak. Csak azok, ők kevesen vannak. Csak ők kevesebben vannak, és azok a Nigerből, meg Csádból, meg nem tudom honnan bejött vendégmunkások vannak, akikkel egyébként nem szerencsés. Tehát akik egyébként Velencében is ugyanúgy járulják a Louis Vuitton táskát, tudod. Aha. Na velük nem szerencsés általában. Csak ott nem esik meg a turistát. Igen, a délafrikaiak önmagában tudják, hogy a turistákból élnek, és baromi helyesek állítólag, kedvesek, mosolyognak, aranyosak, segítenek, nem velük van baj. Nekünk fekete-fekete, ugye? Tehát nem tudod. Mm-hmm. Azzal van baj, aki oda ment vendégmunkásnak dolgozni. Mm-hmm. Sofőrködni, spárba dolgozni, mit tudom én, Krüger Nemzeti Parkba bevezetni, kivezetni. Ők nem kedvelnek annyira minket. Aha, ezért érdemes megkérdezni már az első találkozásról, hogy where are you from, muchacho? Muchacho, jó? Okay. Where are you from, muchacho? Így van. Mindenképpen. Csak hát, hogy különbözteted meg őket, ugye? Hát nekünk szabad szemmel ez kevésbé látható, ahogy mi is egyformák vagyunk nekik. Nekünk is pedig egyébként van fekete-fekete ember között is nagyon nagy különbség, ha megnézed, még a bőrszint is egyébként. Tehát van a nagyon fekete, a kevésbé fekete, tehát hogy abszolút látszik. Ők nyilván tudják, hogy ki melyik egységből jött, vagy honnan itt Közép-Afrika, Dél-Nyugat, tehát egy más, fura módon kicsit hát meg csak más. Meg, hogy Shaquille O'Neal és Halle Berry között mekkora különbség. Hát nézd meg, hát fényéve. Érted, Shaquille O'Neal-hez képest Halle Berry cappuccino. Érted? Hát... És vannak egyéb jól látható jelei is a különbségnek. Jaj, tényleg, te majd mindig szoktad mondani, hogy kicsi black, meg espresso, meg cappuccino, meg álljál le az ilyen két ja, értelmű jó, dolgokkal, jó? Légy szíves, legyél szíves, és ne ott veresd agyon magam, amikor ott vagyok, hogy izé, little black, meg nem. Cappuccino, meg nem tudom, hogy figyelj, rosszul ejtesz egy feketét, vagy valamit, akkor ott a vége van. És hát ugye, mit mondott Páko? Mindent fogtuk hallni. csináljuk, amit akarunk, készüljük, ahogy akarunk, tök mindegy. A vég az ugyanaz. Teljesen mindegy, gyerekek. Az jó, hogy onnan mész a pulthoz az ilyen kávézóba, és azt mondod, hogy black coffee. Ez jó, és közben kacsintasz. És ez egy hatalmas mordájt előszerint ne elövezd le magad. Gyerekek, nagyon más kultúrköz, szóval azért, amikor az ember elmegy Európából, Amerikába, még talán Ázsiába is, már azért az is nagyon más, ott úgy valahogy azért tudsz mozogni, de itt azért ők nagyon-nagyon mások. Tényleg. Piacra úgy kinéznék. Mennyi, Feri. Nézd. Meg szerintem elmutatják majd az irány. Veled. De ne, úgy kell, hogy mit árulnak ott, érted? Persze. Van-e valami vudu szertartás a belépésnél rögtön? Jó, ne csodál. Nézd meg, emberem tessék, már tudja. Ne látod? Csodálkozzám, esztelenül jössz majd haza. Tudod, és jön be a szállal Feri beszél. Na mi van, Feri? Piac osztás? Jó volt a piac. Jó volt a piac. Csak fáj a fenekem. Jó volt a piac, Feri. Sorry, voodoo magic. Voodoo magic? Így menne így körbe a Feri. Szúrok. Sorry, voodoo magic? Nem, az Hawaii, te félműve. Na mindegy. Na majd én felfedezem nektek, amit jó, kint aha. Sem vegytek a dzsungelban. Ezt megköszönjük. Jó. Persze.
figyelj, nézd meg, mert neked lesz időd ott korbeszólni. Ami jó hely, utána már megyünk veled. Hát itt tudjátok, ott a Zsüllel meg. Amit nem kell nekünk keresni egy hét után, az a potencia növelőszer, abba biztosod lett. Amit nem kell keresni? Amit nem, hát nem. Hogy? Hogy egy hét után már nem lesz rá szükségünk. Ja. Ja, nem az már az emlékeinkből fogunk élni. Tapizni kezd ezt majd a kocsiba, ha megyünk egy zsungel. Ja, egy hete vagyunk. Egy hete vagyunk itt, Jani, hát moderáljál. Hát már mivel magad. Neked két hétig kint lesz a felség, hát egy hét után elkezdenek tapizni, és ez... Hát de te engem, azért mondom, hírtem. Hogy Jani, itt van a feleség. De hogy ismerek, hagyni fogod. Azért nekem itt lesz a feleségem, attól te még tapizhatsz. Attól még érte. Attól még attól szép az élet, ha zajlik. Persze, attól te még ugyanúgy beleszéd. Rajtad nem segít, hogy nekem kint lesz a feleségem. Igen. Jól van, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Aha. Hát, gyerekek, Angi kimondta a nemet. Akkor a szamáron ülök. Igen. Egyébként igen. Csacsigolsz. Csacsigolok, igen. Oké, na. Most olvasok egy könyvet, amiben egy angol minisztert elrabolnak a Krügerből. De jó. Megmondanád a címét, hogy még gyorsan elolvassuk? Elviszem magabbal ezt a könyvet, igen. Krüger Nemzeti Park. Hát majd mondjál valaki, hogy milyen jó. Egyébként is 6 hétig nekem az lesz, hogy elmondhatom, ha valaki tud valami Dél-Afrikáról, mondjál, hogy milyen. Ha valaki látta Dél-Afrikát, írjon már, hogy milyen jó. Tegye már meg, hogy legalább küld néhány képet. Oké, lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan SMS-ben, jó. Ha valaki szeretne arcoskodni, kihívni bennünket, akkor tegye meg. Közben írtátok, hogy nem működik az interneten az adás. Zsül megnézte, mind a netes adás a morningshow.hu-n és a classfm.hu-n működik. Applikációban lehet, hogy nem, ott mindig van valami kis változás, de a Klasszon és a morningshow.hu-n abszolút jól lehet minket hallgatni, úgyhogy onnan tessék elindítani. Jó, nem olyan jó, mint egy rádiós alkalmazás, tudjuk, meg nem tud annyi minden, de azok valamiért nem szeretik a mi kis címeinket, úgyhogy nem működnek. Jó, fél hét múlva pontosan 1 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Egy jó kis Candyman, gyerekek. Krisztina Aguilera. De rég volt már ez a dal, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk, jó? Nézzük akkor, hogy kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, Gábor, hello. Sziasztok. Hello, Gábor, jó, honnan reggelt. Hívsz minket? Budapest. Budapest, melyik kerület? 13. kerület. Na. Ennyi, köszi, ez a... Miért nem csodálkozom ezen, hogy 13. Egy óvodába jár a gyerekem az a na, tényleg? Erről van szó. Ez az. Akkor mi játszunk, ugye? Nem. Balázs a szamáról lelököm, ha tudom. Itt van a földid, egy óvodába jártok, miért nem szállsz le rólam? Hát tegnap is játszottam, meg tudátok dumálni az óvoda előnyeit, melyik óvónéni csinos, melyik nézd nem csinos. Nézd a jó oldalát, fölülhetsz a lóra? Esetleg. Még akkor sem tudok felülni a lóra, ha nyerek. Akkor is még csak egyelőre a szamáról megyek át a pónira. Póni jön. Ja, még csak a póni jön. És ha kikapok, akkor a szamáról megyek vissza, úgyhogy háttal kerülnöm újra a szamáról. Úgyhogy nagyon messze vagyok én még a lótól, meg a vágtatástól, ne viccelj. Hát én arról leestem pár hónappal ezelőtt, úgyhogy ezzel nem vagyok. Mármint, hogy nem ülök rajta. Jó, szóval azt mondta, hogy én? Hát igen. De nem zavar, hogy tegnap játszottam? Szerintem nem. Nem. Legyél őszinten. Milyen jó játszottál tegnap is. Nem zavar, hogy egy hosszú útra megyek, és lelkileg érzékenyen érint. Legyél őszinten. Hogy csesztetsz engem? Egyáltalán nem. Nem zavar, hogy 6 hétig nem fogom látni a családomat? Csak őszinten. Az mondjuk kellemetlen, így, hogy nekem is van gyermekem, ezt mondjuk sajnálom. Na, de ennek ellenére. Nem hát tudlak. 2-1. Hát most nem tudlak magamról lebeszélni. Jó, tehát szent meggyőződés, mert hátra dőltem, mondom, Feri, Földi, hello, majd játszotok. Hát... Még adom is magam, még oda dobom. Beállt egy ilyen élő pajsként, így elém veted magad, hogy ne a bali. Na jó, hát akkor jó. Legyen a bali. Jó. Jani? 3-2-1 fire! Na, itt vagyok. Figyelek. Itt vagyok. Várod már Dél-Afrikát, Balázs? Dél-Afrikát? Dél-Afrikát. Várom, biztos, hogy izgalmas lesz nyilván, lesznek kalandok, de a család az nagyon fog hiányozni. Hát a család, azt elhiszem. Igen, 6-7 hosszú idő. De mit szól a dologhoz? Kimondtam az igen? Hát a rohadt életben mehetek vissza a pónira, illetve a szamára, vagy nem tudom mire. Illetve most már hintalóra lass. Kutyafájjel!
Erről a család tehet, hogy elkezdtem róluk beszélni, és azonnal. Én láttam, bekönnyezett a szeme. Rámentem keményen. Ráment, igen, pont a Benniről akartam beszélni, igen. Hogy... Én is őt akartam kérdezni. Ki csináltak? Visszaültem a csacsira háttal? Most a csacsi hogy háttal, ha még egyet veszítesz, akkor hintaló. Akkor hintaló, azt is nem tudok átmenni a pónira. Most már hátul villázod a ganét. Az istáló mögött. És most még lóra se ülhetek, pónira se, csacsira se, semmi. De az a klasszikus szép, amikor megválaszolod, majd oda dobod, igen. Hogy hiányzik a család. Igen, hiányzik a család. De miért? Hát olyan szépen indítottam. Gábor, van egy... Hát jó, hát tiéd a csomag, mert amerre látsz, persze, ott fut a gyáva. Jó, egyezünk ki döntetlenben, nézd a gyávát, hogy elfutott. Valószínűleg megszakadt. Jó, Gábornak megvan az ajándékcsomagja, gyerekek. 2-0, nem, 1-1. 1-1. Na jó van. Holnap még eldőlhet bármi, Csonka hét. Nyilván bizony. Te játszol. Csonka hét van, mert a csütörtök pénteken mi nem vagyunk, utazunk, meg a stáb egy része utazik, és a stáb egy része már ott van, a stáb egy része készül indulni, tehát szanaszét leszünk a világ sok-sok pontján, sok ezer kilométer egymástól. Úgyhogy nem utazunk, illetve nem játszunk már csütörtök pénteken. Te megvállalod a holnapot így előre? Vagy ne, én most én úgy örülnék, nekem annyi bajom van most, úgy örülném, ha leszállnának róla, hogy játszana valaki más. Hát te még itthon vagy négy napig, érted, ölelgeted a gyerekeidet, pakolhatsz. Elbukott, igen, még vigasztalat a családod minket, már csak e-mailben. Csak a repülőjegy. Úgy ügyek föl este a müncheni járatra, hogy... Igen, hogy elbuktad a hetet. Érted? Hát hogy? Már milyen világ ez? Érted, már mindjárt itt berúgna. Majd iszom egyet még csütörtökön a kedvetekért. Jó. Egy búcsú piázásra elmegyek. Gyerekek. Na jó, nézzünk gyorsan egy-két közlekedést. Azt mondja, hogy 85-ös főút NS-én sűrűköd, rossz látási világítás, sokan rossz világítással közlekednek, ezt Hege küldte nekünk. Aztán a 37-es szám úton Gesztelytől Miskolc felé tejköd van, látótávolság 10 méter, BS a sörös küldte nekünk. M6-oson Pest felé az 50-es kilométernél a felüljáró felé mosolyogjatok, mert kameráznak. Ezt Tomi küldte nekünk, Mosonmagyaróváron köd van, ezt Krisztián üzente. Aztán szeretnék veletek játszani, mielőtt meghaltok. Köszönjük szépen ezt az SMS-t. Rúm és Szombathely között tejködben autózzunk óvatosan. Menjen mindenki Tamara, üzente ezt nekünk, valamint Csornán, kint van a babakék Transzi, és méri a Sopron felé tartókat, ezt Zsoca küldte nekünk. Köszönjük szépen. Drága Anna, Balázs, Janika, Feri. Köszönöm, hogy vagytok, érezzétek jól magatokat, viszont hallásra, Marcsi, 63 éves, Budapest. Hát Marcsi, nem tudom, hogy miért búcsúzol, mi leszünk, tehát ha te mész külföldre, vagy valahol, akkor sajnáljuk, hogy elveszünk. Igen, akkor jó utat kívánunk, természetesen. Igen, mi nem leszünk itt, hanem Dél-Afrikában, de terveink szerint mi sugárzunk onnan, nem hagyjuk el a drága hallgatóinkat, és nem engedjük el a kezüket. Így van. Nem is engedünk be senkit ide a stúdióba 6 hétre, gyerekek. Igen. A technikusnak is kívülről kell kevernie. Még kell egy mobil stúdióból. Az igen. Udvaron. Igen, bocsánat, megszakadt, de akkor is irány a szamárbali háttal. Ne. Ugye, Gábor? Még egyet azért oda szóltál, jó van, Gabi. Ez gyönyörű, az... gyönyörű. Gyerekek, sünt kell szereznem. Ez a deal. Segítsetek. Csak úgy mehetsz el. Tessék? Mi van? Bodzoli megígérte. Hát a Bodzoli megígérte, Bodzoli, ki tudja, hogy holnap nem fog valami, nem tudom, ezért valahol valami ékszerteknőst hajkurásznia. Hát de ma még oda tudja adni, nem? Ha holnap hajkurászik, hát vagy nincs neki? Egy egész kenelje van, nem? De sok lehet, mindent hogy most nincs kis. A sünök kenelben vannak egyáltalán? Abban. Híres sünkenelek vannak, de azon most lehet, hogy... Például... Léci, mondj egy. A híres nyertes sünkenelből valamit ad nekem. Hogy van neki most kis sünnie, vagy még oda benne van? Elvileg van, de a Bodzoli valamikor napokig nem elérhető. Van, amikor a Rákospatak szélén szeret össze, mert éppen aligátorteknest hajkurász, nem? Nem biztos pontja jó most az életemnek. Igen. Vagy lehet, hogy benézett valami. Nem sül. Igen. Az sem minden. Igen, vagy három kígyó tekeredett rá, és éppen megcsípte egy fekete özvegy. Ő nem egy. Nem egy. Tegnap voltunk Somával olyan kis állatboltba. Na. Szakállas agámát tudok hozni holnapra. Egy jóféle szakállas agáma? Igen. De a felét ismerem, konyhakészt. Nem, rendes élő. Igen, de miért mentetek nálatok is az a deal, hogy valami kis állat lesz? Nincsen deal, nálunk nincsen deal, bár rá van gyógyulva a gyerek, nyilvánvaló, mint minden gyerek az állatra, és akkor most jön a hogyan beszél le a gyerekedet az állat megvételéről. Most az van, hogy az akvárium az nagyon szép hallal, de mondtam, hogy van olyan, hogy mi nyáron ugye lent vagyunk Velencén. Igen. Akkor mit csinálunk a hallal? Gyerek, ne visszük a Velencei tóba. Azt érted. Majd topog a parton neki, és biztos oda jön majd, mint Vili. Igen. És akkor van a szakállas agáma, meg a leopárd gőte.
ezek vannak. Tehát ha ilyen kell, aha, azt fogok neked azonnal, hónapra itt van. Na. Terráriumban. És nektek könnyebb dolgotok van, mert Ferit élősúlyban kell pótolni otthon. Igen. Tehát azért ilyen 100 kilós számára. Igen, állatod. Na jó van. Beszélünk még erről. 2 perc van pontosan 7 óra, jövünk a legfrissebb hírek után. 7 óra pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello, hello drága. Sziasztok. Kicsi kedves kis hallgatóink, itt vagyunk, még ma is vagyunk, holnap is vagyunk élőben egyébként, és aztán holnap után indulunk majd, illetve pontosabban holnap este, de holnap még élő morning show. Úgyhogy holnap még vagyunk. Na, azt mondja, hogy nézzük mi helyzet az utakon. Budapest határúton villamos ütközött személyautóval, ezt Nelly küldte nekünk. Az 50-es? Nagyon szép. A te kis 50-esed, igen. Az én 50-esem. A ti 50-esed. Így van, a kispestiek és a lőrinciek 50-esek. Igen, az 50-es most egy picit oda úgy néz ki. Gyerekek, basztán. Figyelem, baleset Pereszteg előtt Sopron felé rendőri irányítás, üdv a Tigris. 85-ös főúton a 65-ös kilométernél baleset, félpálya lezárva, helyszínelnek, sofőr Gaben küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Van egy trafing, méghozzá, hol van trafing, gyerekek? Az M6-os 50-es kilométerénél nincs trafi, akkor ott nincs trafi, ezt töki küldte nekünk, köszönjük szépen. Viszont egészen biztos, hogy van az M1-esen, Hegyeshalom felé, a 142-es kilométernél, mert hogy ezt is megkaptuk SMS-ben. És mit mondjak még? Elmondtam minden. Gesztejtől Miskolc felé Tejköd, mindenki menjen óvatosan. És hát itt van a trafi pedig az M6-oson, azt írja nekünk Tomi, hogy az M6-oson Pest felé, az 50-es kilométernél a felüljáró felé mosolyogjatok, mert kameráznak. Szóval, hogy én azért mondom, mert van. De egy hallgató elküldte, hogy nincs. Most akkor mi van? Mindegy, nem? Most küldj el egy másik, hogy van vagy küldj el egy harmadik, és neki fogunk hinni. Na, gyerekek, szóval mondom, hogy mi a helyzet. A nagy bűnös helyzet az, hogy holnap ugye elrepülünk. Nem érdekel, hogy nem érdekel, hogy mennyi. Nem érdekel, hogy ki szerzi meg. De? Kell egy sündiszt. Egy. Aha, guminő. Ja. Kell ki egy guminő. Nagyon-nagyon magányosak leszünk ott. Hadd hétig. Kell egy süni. De vinni? Nem. Igen, minden zsebemben egy sünnyel szálltam le. Igen, mert akkor, ha belenyúlnak kirabolni, megszúrja őket a sün. Vannak furcsa hóbortjaim, az egyik, hogy sünnel repülök. Tudod? Csak, milyen alűrjei vannak a Balázsnak? Sünnel repül. Sün nélkül egy tapatot. Sün nélkül nem megy sehova, sünnel repül. Ez az egyik legfontosabb. Igen. Csak nem tudom, milyen ásványvizet iszik, és sünnel repül. Kell egy sün. Miért? Mert repülőre ülök holnap. Gyerekek, nagyon komoly díl van ám itt a gyerekkel, szóval nem lehet szórakozni, érted? Nem lehet csak úgy itt hagyni, hát valamiben meg kellett egyezni. És akkor az van, hogy apa sün van, amíg te nem vagy. Lehet anya sün is. Anya sün is jó? Nekem mindegy. Jó. Ha nem teszünk le holnap sünit az asztalára, vége van. A gyerek csalódik, nem csalódhat az apja. Aha. De csak az asztalra, le lehet a padlószőnyegre, a laminált padlóra. A Bodzoli az utolsó reményem. Olyan vagyok, mint Leila, és olyan vagyok, mint nekem Obi-Wan Kenobi. A Bodzoli az én Obi-Wan Kenobi. De akkor a Zoli most, ha te lejjáld. Ne, a Bodzoli az én Bodzoli az én Obi-Wan Kenobi. Igen. Én vagyok a kicsi lejája. És hajolgatok a 3PO-ba, vagy az R2D2-ba, és mondom, hogy segítsen Bodzoli. Ön az utolsó remény. Sűn. Segítsen Bodzoli. Ön az utolsó remény. Elvileg úgy néz ki, hogy a Zoli holnap hoz. Te be akarok készíteni egy kettes vonalat. Egy B-tervet, egy B-sünt. Van-e terráriumod már, ahol a sünt tartod? Semmi. Se, az nem úgy szabadon, csak ott úgy lófrá. De igen, aha, csak úgy elfolmászolod. Tudod? Jobbra, balra, balra, jobbra. Nem hiszek a fogságban tartott állatokban. De a szabad sünt híve vagy. Megvadulnak. Megvadulnak, kezeletetlenné válnak. Képzelj már el egy sünt, Feri, ahogy ott örjönk. De mondjuk én vagyok a hülye tényleg. Ott örjönk a telken, érted? Az almákat. Neki megy mindenkinek, érted? Ott viszi hozzá a tobozokat. Mit eszik egy sünt? Mit iszik? Mennyit eszik? Kakil? Igen. Hát nálad attól függ, hogy mit adtok neki. De muszáj kiokosodnom. Gyümölcsök, rovarok, férgek. Így van. Nagyon jó. Ezzel, tehát a hűtőt kinyitod, ezután a hűtőajtót, és egy picik kis dobozban mindig lesz egy pár lárva. Jó. És azt bírja? Ez szereti. Tejterméket ne. Ez hülyeség, hogy a süni tejet iszik? Ne, az nagyon nagy butaság, igen, mert ugye laktózzal nem bír. Laktózmentes? Nem sporolok rajta. Ja, hogy laktózmentes tejet ihat a sün? Tudod? Te jó kérdés. Oh, yeah. És kókusztejet, és mandula tejet. Azt szerintem igen. Én azt is hallottam, hogy kutyatápot imádja. Minden, ami büdös, igen, meg ami ilyen. Ezeket ő imádja. A kutyatápot. Hát akkor mondjuk imádna a gumicsizmát is, de szerintem a kutyatápot azt igen. Hogy ezeket nagyon-nagyon szereti az ilyen típusú kaják. Kutya kaja, macska kaja. Bent akarod tartani. Bent. Bent is ün, jó. Bent a telken?
Ingatlanon belül. Nem az utcán. Igen. Ingatlan. A helyrajzi számon belül szeretnék azért tartani. Nem jó, mert a kint tartott sűn az elvermeli magát térre. Így és van. Azt már most elkezdik. Tehát egyrészt, ha talál egy ilyen kupasz levelet, akkor ő befúrja magát, és lenni szomorú lesz, mert se apja, se sűnje. Nem jó. Az nem az jó. Így, akkor marad a terrárium. Ezért gyűlöli a kertészeket, mert azok mindent összehúznak a lombseprővel. Figyelj, ott a sűni nem fog aludni. Tehát egy olyan sűnit akarok, ami bírja a kiképzést. Uh-huh. Tehát nem egy holmi ilyen kósza sűn, aki már volt gyereknél, akit már sokan sívogattak, aki már tudja. Mert az, hogy annak a sűnnek nem lesz jó élete. Kaga. Melós lesz. Az nagyon melós lesz az. Az a 8 hét, vagy 6 hét, vagy 8 hét, amennyire megyik. Nem alszik éjjel? Nem, éjjel nem, csak nappal. Igen, mert ez ilyen vadászik, egy ragadozó, ugye hát ő éjjel megy. Nappal, de ha nappal alszik, akkor minek, hiszen Beni meg éjjel alszik, nappal nem. Uh-huh. Hát majd ezzel az oszlokáson a Beninek változtatni kell. Hát kell álljon a Beninek is. Mama nem biztos, hogy örülni fog neki, de... Gyerekek, muszáj lesz. Akkor majd a Süni alkalmazkodik. A Benihez ugye Beni alkalmazkodik a Süni. Elvileg a Pozzoli jön holnap. Igaz is, hogy a Benit behozom. Az is jó. Ide jön a Pozzoli? De nem csalódhat a Benit behozom, és nincs itt Sün. Menne a Zoli nekem az ilyen rákos patak partjában, ami alligátor teknőst hajkurászik. Igen, ha jön egy riasztás, neki menni kell, akkor nem tud sünözni. Bizony. És szerintem érdemes megnéznie, mert hogyha úgy viszel neki valamit haza, hogy az neki nem, az nem, az nem király, az nem König, az nem Kaiser, az nem Sach, az nem, nem menő, érted? Akkor vissza fogja küldeni. Uh-huh. Ha most nem lenne egyszerűbb, hogyha bejönnének mind a ketten, így szépen megnézni, Benny csekkolná a sünt, és úgy vinnétek haza. Nem kívánságműsor ez, hát most eszi nem kap más. Hát dehogy nem, hát valljuk be őszintén, dehogy nem. Akkor van az, ha több sünt lát, ha csak egy sünt lát, akkor annak örül. Érted? Késztényként kell a gyereknek tálalni, hogy ez a sünt. Ez a sünt. Egyébként, ami fontos lenne, hogy zavarjátok össze a sünt. Márhogy? Hát, hogy higgye azt nappal, hogy éjszaka van, ilyen pedig azt, hogy nappal van. Valahogy a világítással kell játszani. Kis lámpa neki éjszakára, napközben pedig elsötétítés. Tegyek el egy elemlámpát nappal? A fejére, igen, de úgy, vagy hogy éjjel takarjam le, vagy nappal takarjam le, este megvilágítsam. Így van. Aha. Tehát állítsam át a kis igen, pontosan a biológiai óráját. Aha. Na most a Bodzolitól sünt venni, az vagy kérni, az igaz, mert nála van más is. És tudod, hát a összekeveri. Hát a koz is holnap. Én nem tudok jönni holnap. Hát olyan dolgokat hoz, amivel mi kint találkozhatunk. Felkészít minket. Ide ne hozzon egy kígyót már meg. Nem. Hogy hívják rá? Dél-afrikai Financra gondolt meg. Ja. Igen, minden van neki ott van. Az is van. Az is van. Hozz két feketét Louis Vuitton táskával. Adom neked. Olcsó jó. Egy pillangókést, két gázsprét, meg egy gázpisztolyt. Ezekkel fogunk mi ott találkozni. Tehát azért hoz egy csomóféle állatot ide, akkor holnap ezek szerint, hogy a Benny esetleg tudjon választani, hát ha lefűz a sünről. És még valami egyszerűbbet választja. Skorpió keveset eszik például, alig iszik. Viszont, hogyha lefial, akkor a kölykei nagyon aranyosan a hátán helyezkednek el, és iszonyú vicces, amikor mászkál a lakásotokba a 30 skorpió. Hát megnézem az agyasomat, ahogy ott egy kiszabadult skorpiókkal birkózik egy partvissal. Mama, ne sikítson, így sincs elég térerő, nem hallom, hogy mit akar. Igen, van egy jó és egy rossz hír. A 8 megszökött, 2 megvan. Tudod. Dél-afrikai, nem tudom, gyilkos skorpió. Még 8-at nem találok. És bent van valahol a mosogatógép alatt éppen ott keresi. Szóval az jó választás szerintem a skorpió. Nagyon nem kell simogatni se. Óriás csótány. Az mi? Hát egy rohadt nagy csótány, ami nagy. Ami nagyobb, mint egy átlagos csótány. De mi mekkora? Hát így, 10 centi. Igen. Aha, kb. De annak nincsenek érzelmei. Az nem csinál semmi. A sün oda fog bújni szinted Benihez? Ezek a kicsi kis koreai sünök, vagy mi ez az aranyos, aha, nem? Aranyosnak aranyos, de neki sincs érzelme a gazdája iránt szerintem. Nincs. De aha, hát most miért zavarja össze a gyereket az érzelmeivel? Hát, ha honvágya lesz érte egy síró sünnél, nincs szomorúbb látvány. Viszont síró csótát még nem látott senki. Én azt mondtam, hogy ezek rühesek, meg koszosak, meg tele vannak, aha, mindenféle cuccal, amit ott hordoznak. Meg igen. Nem, tehát hogy egyébként nem egy szerencsés ezeket nagyon masszírozni. Te akartad. Nem mi mondtuk, hogy vegyél sűrűt. Én hergeltem én bele a Benibe. Most olvastam a sűrűről, hogy tele van mindenféle. De a élősködő sűr, atka. A rendes sűn van tele. A benti nem. A nyári sűnök az nem. Hát figyelj. Hát van valami rovar írtam, mert megszórom holnap, az jó? Egy kis domestosban megforgatom? Adás után, hogyha már megvan a delikvens, akit kiválasztott a Benny, akkor majd mit tudom én, foglalsz egy időpontot a zsidrónál. Hajmosás, nyírás, egy domestosos vödörbe kicsit átsikálom, flóra szeptel, szépen, nem? Meg lefújom. Azt ennyi. Érted, baba samponnal, hogy ne csipje a személy. Szépen meg lesz. Na mindegy, jó, én nagyon bízom az Oliban, nagyon bízom. Holnap gyerekek, senki ne hagyja el az aligátorát, meg senki ne, nem tudom, lásson anakondát a kertjébe, meg a gatyájába. Ne holnap szadoljon meg a lakótelepen, jó, az óriás kigyotó. Lehet, holnap mindenki tényleg
tegye meg, hogy nem riasztja a bodzolit. Jó? Mert egy gyerekben nem akarok kudarcélményt okozni. Volt még... Hagy gesztenyébe bele tűzöl fogpiszkálókat. Hát gyereknek gyere, de nem hülye azért teljesen. Tehát, hogy kicsit hát arrébb bögdösd, egy kicsit meglökné, és akkor rájön, de négy fogpiszkáló. Érted, nem egyet közepében. Nézd, benne ilyen kicsi sünike. Várj, meg amíg fölébred. Hogy szalad, nézd. Négy semmi. Igen, amíg apa vissza nem jön, addig alszik. Ő a te kis barátod. Viheted mindenhova, mindenhol aludni fog. Jó kis süni, nem fog fölébredni. Ravasz. Elmondod neki ezt az alvós sztorit. Igen. Aha, és nem alszik soha, mint Szamara a Kör című filmben. Jut eszembe, láttátok már a Kört? Nézzétek meg mamába! Na mindegy, jó van gyerekek, ez a projekt. Viszont tegnap feltaláltam valamit, és ezt szeretném veletek megosztani. Végre! Na, feltaláltam a robotot. Igen, feltaláltam az Ottomotot. Nem, Viki állandóan rendel interneten. Ugye, szerintem ezt ti is ismeritek meg, ezt, nem, Jani, te is nagy internetvásárló vagy, nem tudod kapni. Na most mondok valami újat, amit megálmodtam. Mondd meg, hogy őszintén mondd meg, hogy ez jó ötlet, vagy jó. Nem jó ötlet. Már jó, megmondom. Jó, de azt hittem már most mondom, milyen rendes vagy, már azonnal álmodott. Nagyon hiszek benne. Ez nagy ötlet, Bari, nagyon jó ötlet. Ugye van önmagában az online kereskedelem. Eddig értitek? Igen, ez megvan. Megvan nekünk itt a... Nem zavarodtatok eddig. Nem vagytok eddig összezavarodva. Értitek, hogy miről beszél. Az online kereskedelem, ugye az online kereskedelem, mindenki rendel valamit, és utána várja, hogy az megjöjjön, készhez, ez Viki tegnap rendet, és mindegy, hogy mit, amit föl kell próbálni. Ő egy nagy horgász, és egy 800 forintokért, meg 1000 forintokért, hál' Isten egyébként. Tehát... Nem is tudtam, hogy horgász. Akkor ne sütjél, hanem megtalál, rátalál, kis felső, ez az, 800, 1000, ha már 2000, akkor kicsit szívja a fogát. Tehát nagyon-nagyon olcsó rendel a dolgokat. Rendel talán 2000 forintért egy olyan használt dolgot. Egy kutyogató szertet, hiszen nagy horgász. Igen. Egy olyan használt dolgot, amit föl lehet próbálni. Na most, akit ő rendelte, ő egy nagyon-nagyon finoman értelmi fogyatékos, de csak nagyon finoman. Aha. Tehát, hogy idézőjelesen persze. A kommunikációból így gondolt. A kommunikációból úgy gondoljuk, hogy nem teljesen. Százas, rossz helyre küldi, elküldi, nem küldi, ide küldi, oda küldi, átküldi, visszavételezi, nem azt küldi, rosszat küld. És ugye mi van az online kereskedelemben, hogy te, amikor te megrendelsz valamit, akkor te azt megkapod, ugye? És akkor otthon te szépen elkezdesz vele bingizni, fölpróbálod, rájössz, bedugod, megnézed, átdugod, jó, nem jó, összetört, nem jött össze, stb. Igen. Ugye? Igen. Ha akarod, visszaküldöd. Persze. Vagy lepontozod. Ugye? Hát igen. Jól mondom eddig? Igen, hogyha valamiféle probléma van a kommunikációval, vagy úgy gondolod, hogy az a termék, amit kaptál, az nem felel meg annak a leírásnak, ami fönn volt a neten, akkor te simán visszaküldheted. Aztán, hogyha az eladó nem túl simulékony stílusú, vagy adott esetben nem akarja visszacserélni, nem vállal garanciát, akkor simán lepontozhatod, és akkor ez az ő minősítésében ez látszani is fog. Na most miért nem lehet valami olyat csinálni, hogy tök mindegy, hogy melyik oldal, aki ezzel az online kereskedelemmel foglalkozik, létrehoz bizonyos olyan pontokat, ahol te át tudod venni az árut, mert ilyen pontok most is vannak, ezek az áru átvételes pontok, mi ugye? Mert mit tudom, én van egy biobolt, de a biobolt közben foglalkozik olyan online áru átvétellel, hogy te oda tudsz menni a 9. kerületi bioboltba, és ott átveszed a cuccot. Leteszik valahova, igen. Na de, itt jön a lényeg. Elmész ezekre a pontokra, és te ott mindent, amit te megrendeltél, lehetőséged van kipróbálni. Uh-huh. Lehetőséged van úgy kipróbálni, hogy ha van korrektor, akkor bedugod a korrektorba, van egy próbafülke, fölveszed, stb. Nem kell hazavinned, el tudsz menni, ha tetszik, nem tetszik, azonnal ott tudod hagyni, vagy tudsz másikat kérni, és lebonyolítják neked ezt az egészet, hogy visszaküldik, újat kérnek, megint bemész, és helyetted megcsinálják az egészet. Tehát ha például, mit tudom én, a Viki rendel magának egy új pisztrángozó szettet, ami gyakorlatilag mondjuk egy elektromos cuccot akarja, hogy legyen egy patak, amivel belegázolhat a pisztránggal. Pisztráng is legyen benne. Tehát, mit tudom én, ezeken az átvevő pontokon lenne, mit egy tó, és bele tudnál állni a vadonatúj rendelt gumicsizmáddal, hogy valóban vízálló. Nem, mit tudom, mondok egy laptopot, vagy egy hajszárítót, vagy egy bármilyen elektromos cuccot, olvasót, iPad-et, bármit. Ez és várj, és a vevőnek kéne odahoznia, a vevő odahozza, és ti ott találkoztok a vevővel, vagy nem kell a vevőnek odahoznia, hanem van egy személyzet, egy ember ott áll. Vagy akár van egy személyzet. Aha, és akkor majd ő bonyolítja. Te oda és ő lebonyolítja neked, de nem az van, hogy te átveszed, rájössz, hogy nem működik, nem jó, nem működik, ha hiszed, hogy kamu a laptop, nem igazi, stb. Ezekre a pontokra el tudsz menni. Nem csak át tudod venni, hanem lehetőséged van bármit kipróbálni. Van ott két hubán erőforrás, aha,
aki elmondja, hogy ez most jó, nem jó, ide dugd, oda dugd, és te ezek után visszaküldöd, ha nem tetszik. Aha. Ez jó egyébként, mert... És nem otthon tökölsz vele, jössz rá, hogy rossz a hajszárító, összetört a laptop, bármi, hanem ezeken a pontokon te azonnal ki is tudod próbálni, nem csak átvenni. Szerintem ilyen ez, nincs még, nem? Ez jó, mert mondjuk vannak olyan tényleg teljesen jó hiszemű eladók, akik abszolút korrektek a vevővel szemben, és adott esetben kicserélik a terméket, hogyha nem az, amire te gondoltad. De akkor is van ott egy ilyen járulékos pluszköltség, és akkor is azért ez kényelmetlenség meg idő, és akkor egy ilyen helyen mondjuk ezt az időt meg lehetne spórolni. Tehát, hogy ebből a szempontból tök jó. A másik meg az, hogy azért én is futottam már például olyanra, hogy nézegettem ugye a fotók mindig vannak mellette, és kérdeztem, hogy persze, eredeti, igen, persze, hogy eredeti. Igen, az a termék, ami a fotókon látsz, igen, az a termék. Na, aztán, amikor meg megkaptam, akkor kiderült, hogy volt. Hát enyhén szólva sem az volt, amire gondoltam, és elég drága termékről volt szó. Nagyon csúnyán ráfaragtam a dologra, és utána ment ez az oda-vissza küldözgetés, oda-vissza bizonygatás, hogy én küldtem róla a fotót, hogy milyen szerintem az eredeti, meg ő azt mondta, hogy ez meg az, mert hogy ő márkakereskedő, és blablabla, bla, bla, szóval mentek ezek a idők. De ha lenne egy ilyen pont, akkor oda megyek, megnézem, és már mondhatom neki, hogy nézze csak, uram, megmondom, hogy miért nem eredeti ez. Nézze csak, sajnos nem fér fel a lábamra, tudja, hiába van beleírva 41-es, ez a gumicsizma például, ez mondjuk nem 41-es, hanem csak 40-es. Na tök értem? Jó egyébként, hogy erre elindultatok, zseniális az ötlet, komolyan mondom. Tudom, de mondta, gumicsizmával karolszol. Most csak filózom ezzel, mondjátok Karolt, mert te vagy a nagy online kereskedő, meg az online vásárló. Nem rossz. Csak az van, hogy ti azért vásároltok online-ilag, mert nincs bolt. És olcsóbb a termék. Abban a pillanatban, hogy te ezt beiktatod, ezt a pontot, ami még egyszer mondom, ultra zseniális, ugyanannyit fogod megkapni, mint a boltban. De várjál, nem boltot tartok fönn. Tehát de, én nem arról, nem arról van szó. De tartasz fönn. Kell egy helység, amit meg kell vegyél, vagy bérelned kell egy eladó ember, vagy a lebonyolító ember, ne nevezzük eladónak, egy lebonyolító ember, akinek után van járulék, kell fizetni a rezsit a boltnak. De tudod, miért nem feltétlenül? Aha. Azért, mert sokszor előfordul, például, amikor én könyvet vásárolok, akkor mondjuk el kell mennem, és ott mondjuk egy könyves boltban kell átvennem azt a bizonyos könyvet. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy az amúgy is van, csak ez egy plusz szolgáltatás az üzletnek, hogy ott például ilyen internetes piactereken megvásárolt könyveket is át tudok venni. Jó, tehát de nem hogy, csak könyvek. Hogy elvégben rátelepülhet valamire. De akkor a könyvek a könyvesboltba települnek, a ruhák a ruhaboltra települnek? Az egy átláthatatlan rendszer. Jól van, Feri, és a vegyes kereskedés fel a vegyes termék. Hát, ezt mondom, így van, na, például a vegyes pálinka. És az ápiszban ápiszt veszem. Oké, de hogyha azt mondod, hogy a könyvesbolt lesz ezután majd ez az elosztó hely, akkor a könyvesboltnak meg ki kell alakítani egy fülkét, ahol nem feltétlenül hogy mondjátok. Mit tudom, hogy lenne egy kis helység, igen, és akkor ott az lehet, hogy valamelyik portál, akik ezekkel foglalkoznak, az biztosítaná. Aha. Érted? Tehát nem arra gondolok, hogy a termék árát, de nekem lenne egy ilyen oldalam, akin azt csinálnám, hogy én biztosítanék mondjuk 15 ilyen darab pontot az én a saját költségemre, nem lenne attól drágább a termék. Fölállítanék 15 ilyen helységet, és ott neked nem ciki ezt a dolgot visszaadni, nincs postaköltség, visszaküldés, eladó fizeti, háromszoros postaköltség, visszaküldött, küldözgetitek egymásnak hülyén a dolgot. Ami teljesen fölösleges, mert van, amikor a postaköltség annyi, mint maga a termék. Mert rendezsz valamit 800 ezer, 2000 forintért, mert azt már elküldöd, stb. A postaköltség drágább, megy a levesbe. Itt teljesen fölösleges. Oda bejön, te megnézed, és azonnal visszaküldöd. Hülyes? Arról nem beszélve. Szépen átpasszoltátok, bocsánat, a postaköltséget például egy ilyen internetes hirdetési portálnak. Hát fizesse ő a postaköltséget. Hát a postaköltség megvan, mert én vagyok az eladó. Én beküldöm ide ebbe a boltba, nevezzük így, vagy elosztópontra a dolgot. Te oda besétálsz, mint vásárló, és azt mondod, ja, bocsánat, igen, csak tudod, mi van. Kell. Hát neki azt vissza kell küldje. Értem, nekem. Csak tudod, mi van. Van, amikor te mész el a cuccér. Te veszel meg valamit online. Igen. És elmész egy büdös lakásba, ott fel akarsz venni egy hülye nadrágot, ott áll a vevőt, ott hülyén öltöző, büdösek, oda szart a kutya a szőnyegre. Ahogy a fáját. Nem mondod. Most direkt, direkt mondok ilyen nagyon, igen, nagyon képszerű dolgokat, hogy érezzétek. Belebújsz egy kis kaszucsi farmerba, amit fel akarsz venni, mert meg akarod venni 3000 forintért. Áll a tulaj a kis melegítő nadrágával, között túrja az órát, ciki lemondani, hogy nem jó, oda mentél, ő már úgy érzi, hogy eladta. Az egész ilyen tök hülyén zajlik. Tök jó, még egyszer mondom. Mert ugye nem mindig küldik el, amikor te mész el a cuccér, ha az egyszerűbb, ugye megbeszéled, igen, a vevővel. Igen. Fölmész, akkor összerakjátok, ott szórakoztok, ciki visszamondani, megsértődik, anyázás. Nem, nincs találkozás. Csak ezen a ponton. Meg lerövidíti a dolgokat. Nekem egyébként ebben a leginkább az szimpatikus, hogy rengeteg időt lehet vele megspórolni. És hogyha valaki mondjuk így rendszeresen vásárol mondjuk netről, azt tudja, hogy sok esetben azért buksz egy jó terméket, vagy egy másik terméket, vagy azt, amit keresel, mert éppen benne vagy
egy tranzakcióban egy másik eladóval, akivel nem biztos, hogy összejön, mert hogyha kiderül, hogy mondom, hogy kicsi, hogy nagy, hogy akármi, bármiféle probléma vele, az elúszott, de közben elúszik a másik is, ami akár jó lehetne, és hogyha ezzel időt spórolok meg, hogy oda megyek, kipróbálok, akkor az már nekem jó. Nem tudsz egyszerre venni? Mit? Kettő felé nem tudsz egyszerre dolgozni? De akkor meg tök kellemetlen. Tudod, hogyha elkezdek valakivel elint, jó, és akkor de még most egy picit várnom kell, mert azért, mert... Ja, és akkor ide berendelnéd, mind a kettőt, hűítsek valakit azért, mert csak, hogy a kettő közül valamelyik bejöjjön. Hát az egyik csak jó, nem? De nem. Hát... Igen, de akkor most a másikat meghűíted. És akkor most, jó, ezt is kipróbálom, uh-huh. És akkor majd amelyik nekem megfelel, akkor majd azt. És akkor a másik kettő meg uh-huh. megkap. Na mondom, az ez is... Igen, Bari feltalált az offline kereskedelmet. Ne találjátok már fel a boltot. Igen, kicsit ezt érzem. Nem feltétlen erre gondolom. Nem biztos, hogy jól adtam át. Úgyhogy nem, jól. Azért jó az ötlet. Mert gyakorlatilag ez egy olyan mintaterem, vagy mintabolt, ahol tudsz vásárolni is. Tehát, hogy ezért csomó van olyan, hogy egy csomó olyan márka van, például ilyen szórakozott elektronikai márkák, ahol tudod, hogy van egy mintabolt. Oda mehetsz, megnézheted, kipróbálhatod. Adott esetben meg is rendeleted, de nem vásárolhatsz, mert nincsen raktárkészletük a helyszínen. Viszont ebben az üzletben, ami leginkább mondjuk ilyen használt cikkekkel foglalkozna, itt abban a pillanatban meg is vásárolhatod. Tehát egy olyan mintaboltról beszélünk, vagy bemutató teremről, ahol meg is vásárolhatod a terméket, amellett, hogy kipróbálhatod. Hát azt, amit ugye az interneten te már lebindzsiztél, hogy oda viszi az eladó. Igen. Tehát azért ez kell hozzá, de azért zseniális az ötlet. Nem, ez már most már annyira nem tetszik. Nem tetszik? Azt hittem, hogy jót találtam ki. De nekem meg már tetszik. Igen, most Már tetszett, most meg már tetszik. De érted, hogy mit akarok mondani ezzel? Igen, nem feltétlenül róla, már nekem se tetszik, de a Ferinek nagyon. Nem feltétlenül a kis kereskedelmet vagy a boltot, hanem hogy ez a lakásban jó, ez. Próbálós, elküldős, nem tetszik, visszaküldős, valahogy ezt leszűrni, de mindegy, jó, az zuhanyzás közben sok ötletem aki, van. Hát ez most aki rácsúszott egy pár bukóra már, ilyen internetes vásárlásnál, azt szerintem ennek a kezdeményezésnek örül. Mert rengeteg idegeskedéstől, feszültségtől, oda-vissza édesanyázásról, mindenről le lehet így ebben az esetben mondani. Nem kell vele foglalkozni. Odamész, kipróbálod, jó, megveszed, nem jó, nem veszed meg, csókolom. És akkor hogy megy a alkudozás, hogy melyik ponthoz menjetek? Tehát te Lőrinci vagy az eladó Győri? A Lőrinci pontra vagy a Győrire mentek? Szerintem hát nyilván ebből az lenne jó, hogyha mondjuk ilyen helyi üzletek lennének. Tehát hogyha ha internetes kereskedésről van szó... A Lőrincitől vásárol. Hát azért átmenjük majd még Kispestre Imrére, illetve még szerintem még Rákoshegyre is azért átmenjük. Odáig mert. Igen, és még tovább lehetne fejleszteni ezeket a leadó pontokat ilyen webes turkálókra. Tehát te minden olyan dolgot, ami neked nem kell, leadod ebbe a turiba, és az ember bemegy és turkál a cuccait között, érted? A használt ruhaboltosok most csináltak egy harakirit. Uh-huh. Most feltaláltam a használt boltot. És képzétek el, olyat is csinálni, hogy kocsival be lehet állni, és kiadnak neked ablakon üdítőt, meg szendvicset. Na, ha, az jó, merjel, hajlán, nem? Ez nem hangzik rosszul. Hallod, nekem lenne egyszer egy gyors étterem, csak így csinálnám. A hülyek még mindig nem jöttek rá. Kicsi ablak, kiadod a szenyát, még kéne bemenni az étterembe. Kiadod az üccsit meg a szenyát, és lesporolod a majonézt. Most mi van ezzel, érted? De akkor meg már legyen mellette benzinkút is. Meg mondjuk egy barkácsáruház, amit feltaláltál a Lőrinc tervét. Gyerek, jaj, hülyek vagytok ti, az a kiskereskedelem. Ez nem érted, nem látjátok át, hogy ez mekkora zseniális ötlet. Nem értitek. Internetes turkáló, tehát az interneten pedig ugye képek vannak fönn, meg információk, ezek a képek, meg információk, ezek tulajdonképpen ezek adatok, az adatok azok valójában logaritmusok. Tehát ez egy logaritmus turkáló lehet? Egy logaritmus turkáló, csak szám matematikai kódot látnál, igen, alkalmazott matematikát látnál. Te feltaláltál a mátrixot. Ja, ne, jó, mi az a baj, nem értetek is semmit, tényleg. Aha, nem. Egyébként is, azt gondolom, tudod mit gondolom? Mi értelme van? Az egésznek mi értelme van? 7:30 pontosan 4 perccel jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Haj, Bali, ma nem te vagy a legélesebb kés a fiókban. De jó hangzik. Nem, az a baj, nem értem, vagytok még készszerre, nem értitek. Nagyszerű, kitaláltátok a használt cíboltot. Ne ostorozz magad, Bali, bárkivel előfordul, hogy hülyeséget beszélj. Jaj, gyerekek. Van még ilyened? Sok? Ilyen jó ötleted? Ó, jó.
Jó, majd megint bántotok, meg ostoroztok, azt figyelnek, hogy fülelnek, az 3 hét múlva lenyújják az ötletemet, aztán meg az majd mondjátok, aptól. Hogy Bali megmondta. Jó, megettem 1,5 kiló zabot kicsit. Érted, hogy pörög az agy, amit az állat egyszerűen leállíthatatlan, és ontja magába. Hihetetlen, döbbenet, hogy milyen ötleteim vannak, igen. Viszont utána néztem a neten, és hát azt gondolom, hogy elég nagy kínálat van, tehát, hogy lesz mivel múlatni az időnket. 2 hét egyébként a szállítási idő, tehát mire Viki hazajön, pont cserélhet helyet például Fatima Fonggal. És ez micsoda, vagy kikők, vagy kik ezek? Minek néztél utána? Hatalmas, guminő. Ja, guminő. Ja, csak Fatima Fong. Fatima Fong, Papi Destina. Ezek vadimúlyak egyébként? Hát igen. Hát ezt használatba venni, ez kicsit pervers. Igen, de hát ott vannak például ezek az átvevő pontok, akkor akár kis lehet próbálni. Elnézést, félrevonulni, kipróbálni, igen, mindjárt jelentkezem, hogy jó. Igen. Bali, tudtam, hogy pihent vagy, de hogy ennyire, írja István. Jó, gyerekek, nem, jó, majd csak figyeljetek, meglátjátok, hogy kapva kapnak az ötletem után. Lesz ki naphallgatója? Már úgy megszoktam, hogy küldök minden a párat, amit be is olvastatok, de eddig még soha nem voltam a naphallgatója. Csajnak nem írok, ennyit írja nekünk egy hallgató. Lesz ki naphallgatója, lesztek SMS-ek, ott lesztek velünk, lesztek közlekedési hírek, foglalkozunk nyilván az itt történt dolgokkal, sőt, mi több, hát ugyan ez lesz a műsornak a profilja. Várjál, ez politi közlekedési hírek lesz? Igen, a 86-os út Csádba vezető úton. Így van, a Mandéla Sugár úton jelenleg hatalmas a torlódás. Hát abszolút rendes, tényleg rendes morning show lesz, nyilván az ott történteket mi azért beleszőjük, meg mesélünk róla. Hogy kicsit mindenki. Tegnap kint voltam a Krokodil folyó partján, igen. Mert egyébként az van ott, úgy is hívják, hogy Krokodil folyó az a neve, hívják, igen. Vajon miért hívhatják így? Biztos ott a medve. De igen. De abszolút közlekedési hírek, naphallgatója, témák, játékok, minden ugyanúgy marad. Lehet, hogy kicsit lassabban szólunk majd abban az értelemben, hogy lesz egy hallgató és lesz egy másodperc szünet, de maga minden játék ugyanúgy marad, ugyanúgy hívjuk a naphallgatóját, a végén beszélünk a Csabival, rendesen, mintha kitelepülésen semmi változás lesz. Reméljük, igen. Aj, azt mondja, hogy Gyulán a paradicsomnál van egy háromlábú, ezt Missy küldte nekünk, és Kopasz úr írja, hogy remélem este jéghideg vízben zuhanyzol, és majd megjön az eszed. Smiley jellel. Köszönjük szépen. Na jó, van, megnézzük, hogy kivel játszunk ma, az Óven bácsit és Beru nénit. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Mindent fogtuk hallni. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Viki, hello Viki! Honnan jössz minket, Viki? Most épp egy buszról. Egy buszról, és hová tart az a busz? Rákospalotára a munkahelyemre. Ó, mit csinálsz? Pénzügyi asszisztens vagyok. Pénzügyi asszisztens. Aha. Segítesz pénzt számolni? Nem teljesen, sajnos annyira nem vagyok pró, én csak számlát írok. Aha, az se rossz. Annyira nem vagy pró? Annyira nem vagyok pró. Nem. Ezt a dumát egyébként a lányomtól hallottam először, ő tolja. Öregszünk. Ő tolja. Öregszünk. Kicsit pró vagyok, nem? Apa, kicsit pró vagyok. És az jó a pró? Mit jelent? Az gyerekek, segítsetek, hogy ne nézzek hülye majd a gyerekeimre. A hangsúlyból én azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon menő a lányom. Nagyon király. Hogy nagyon király, nagyon menő, nagyon jó, ez, hogy pró vagyok? Nagyon pró. Atya Isten. Ez egy új duma. Valószínű, a mi szüleink a mi dumáinkat ugyanilyen cikinek érezték majd, ahogy mi érezzük a mi pontosan. Gyerekeink dumáit, hogy nagyon pró vagyok, és erre úgy nézett, hogy Jézusom, kisfiam, veszi már rendesen. Olyan cool anya ez az, akármicsoda anyád, így Jézusom, lett hülye. Mert most nekem ez a nagyon pró vagyok, ez ugyanígy szól, hogy Úristen, de pró. Mennyire pró. Igen. Nem? De a pró az jó. Az jó, csak én érzem úgy, hogy ez nagyon pró. Mert amikor nekem mondták annak, hogy nagyon pró vagy, akkor tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy proli vagy. De hogy csak még az Olit is lesajnálták róla. Hogy megváltozott. Hogy megváltozott a jelentés. Rá, itt van a kis lőrinci pró. Ez már kis pró. Ezek szerint azt jelentett, hogy nagyon menő voltam. Hozzá 2 doboz fecskét, egy kis pró. Aha. Mondták meg. És arra gondoltak, hogy megelőztem a koromat, nem pedig azt, hogy mennyire pronyó vagyok. Igen, szereted a munkádat, Viki? Igen, nagyon. Jó a társaságban? Abszolút. Hányan nem vagy? Abszolút, pró. Pró. Hányan vagy? 15-en vagyunk. 15-en dolgoztok. És csak csajok.
Kutyafáját. Van egy közös képletek. Tudtam soha olyan munkahelyen dolgozni, hogy szinte csak csajok dolgoznak, komolyan mondom. Tehát, hogy mindig ilyen pasis túlsúlyú munkahelyeken dolgozom. Soha nincs, hogy 20 nő, 3 pasi, vagy 10 nő, 2 pasi, nem? Itt is többen vannak a férfiak. Bizony. Van egy-két nő. Vagy 60 nő, 1 pasi. 80 nő, 1 pasi. Na jó van, Viki, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berulini, figyelj! Jó, valami jó legyen, mert ma született bárány vagyok. Rendel a netem. Csak nincs. Így csatlakozhatva. Kedves Balázs, hallgattuk a Morning Show-t, nagyon tetszik az átvevős ötlet. Szívesen beruháznánk átvevő pontokba. Ne hagyd magad, ne bántsanak, mi szeretünk. Lenni le az arca az átvevő pontoknak. Mutatjuk, mit érekelnek, figyelj, Viki, rövid részlet jön. Oj, hát egyrészt 6000-szer volt, kicsit frissítenünk kéne az óvetárunkat. Hát nézd, az is 6000-szer volt, az összes 6000-szer volt. Rotációban van ennyi. Igen. Hova? Na. Lehet még egyet. Hogyne, figyelj, rövid lesz. Igen. Hol vannak a többiek ilyenkor? A másik 14. Hát szerintem ők is úton. Se egy SMS-e semmi? Nem, egyelőre semmi. Jó, mutatjuk még egyszer, figyelj, rövid kis részlet lesz, figyelj. Tudom, várjál. Igen, mert Feri nagyon jó szívű, hogy igen, kicsit túl nyomta, igen. Anyukám kedvence. Kicsit leöregezted ezzel Robi bácsit, nem érdekes. Anyám kedvence. Anya nem öreg. Hey, megvan az ajándékcsomag. Most az X-faktorba tolt el egy Rockinger nevű csapat. Egy feldolgozás volt. Hát, így nagyon jó volt. Nagyon jó volt, egy tapolcai bandáról van szó. Nagyon jól sikerült. Nekem egy picit jobban tetszett, mint az eredet. Pedig az is nagyon jó. Hova megy ez a busz, Viki? Olyan hangok jönnek a telefonból, szörnyű dolgok történnek azon a buszon. Ne haragudj, hát én Rákospalotára utazom. Ja, csak szépen utazol, jó? Így van. Sodrodsz az eseményekkel. Igen, a Mória bányáiban lennétek. Ma van a szülinapod, Viki? Így van, igen. Tényleg? Tényleg. Na. Az jó. Nem, az ott, nem mondd meg, hogy mennyi idős vagy, mert már a prónál már éreztük, hogy túl idősek vagyunk. Annyira azért nem vagyok fiatal. És lesz nagy szülinapi buli? Hát most éppen viszek be egy tortát a csapatnak, úgyhogy lesz valami kis ez apróság. Milyen hülye rendszer, én sem értettem soha, hogy ha szülinapod van, akkor te viszed a tortát. Tehát az egyetlen nap, amikor elvárnád, hogy valaki örömet szerezzen, az a szülinapod, erre vidd be a tortát, és ha nem viszed be, föl se köszöntenek. Tehát kicsit erőltesd a saját felköszöntésedet. Szerintem ez egy olyan nyomorult rendszer, ezt sose értettem. Szülinapod van, és hoztál valamit? Hát te hülye, hát én. Hát nekem van a szülinapom, hát vegyél te valamit, nem? Nem így van? De igen, így lenne. Beviszed a tortát, az olyan, mintha már így ünnepeltetnéd magad, hogy gyerekek, hoztam egy tortát, köszöntsetek föl, kvázi felhívom a figyelmet arra, hogy szülinapom van. Senkinek nem jutott eszébe, akkor ne is ünnepeljük. Nem így van? Hát de így lenne. De én jó fej vagyok, viszek tortát. És milyen tortát viszel egyébként? Ez túrós baba piskótás torta. Akkor ezt elcsináltad? Így van. És ráadásul még házi is, látom, milyen rendes. És honnan jött az ötlet? Túró volt otthon, meg baba piskolta? Hát körülbelül igen. Igen. Ott fél kiló romlott túró. A gyerekek már 20 évesek, igaz, de volt még egy kis baba piskolta. Igen. Mi ez? Ó, Magdaltús koncert. Talán ezt nem rakom be. Na jó van, hát akkor boldog szülőnapot neked, Viki. Köszönöm szépen. Jó, és akkor ünnepeljetek, mi pedig küldjük neked az ajándékcsomagot, olyannyira, hogy mivel kimondtad, mielőtt kivettünk volna belőle bármit is, így lesz benne bögre és minden más. Jó? Köszönöm, nagyon jó, köszönöm szépen. Oké, okay, köszi a játékot. Köszönöm én is. Ciao, hello. Pro napot. Pro. Pro napot neked. Azon gondolkozom, hogy nekünk mi volt ilyen, amit ilyen nagyon menőnek használtam, míg az, aki 70-75-ös generáció. Jukel. Mi? Nem. Súkár. Na, ezt én sose használtam. Kafa. Kafa? Kafa. Ez olyan kafa. Náluk a karaj volt nagyon. Karaj? Aha, hát karaj. De mi ezt megettük nálunk, hogy rendesítettem. Látod, csak valaki fölül előöltette magát, hogy karaj, és mindenki oda.
De már nézzét, tettétek fel azért a tepsit. Tehát a karaj volt, meg a kafa, meg ezek voltak? Igen, a kafa. Mint a kult én soha nem használtam. Tehát ez nekem mindig ilyen nagyon ilyen műtrendi, ilyen kicsit ilyen ultrasznob, ilyen új gyerekek, menjünk el valami cool helyre vacsorázni. Fú, én ezt a kult nem szerettem. A kafát, azt igen, meg a klafa. Klafa is volt, emlékeztek? Az mi, hogy klafa? Mi úgy mondtuk, hát ti ott ugye... Klafának, ja, de kafa, klafa. Tehát mi klafának mondtuk. Hát persze, mi spóroltunk a betűkkel. Spóroltatok, mi szegények voltunk. Nagyon keveset ettetek, hogy nem volt erőtök kimondani. Ne, a vicc. Ijesztetek. Mi ezt úgy mondtuk, hogy például klafa. Obiba meg általános is kell, hanem kafa volt, hanem klafa. Ezt valamiért így mondtuk. És azt a szülők ugyanígy néztek erre, hogy ez milyen baromi kellemetlen, és most ez a próduma van? Hát nem is, hogy ez kellemetlen, nem értették. Tehát, hogy beszélj már rendesen. Igen, beszélj már értelmesen. Inje. Beszélj már értelmesen, inje. Tényleg a Virág is nyomja már ezt a prót? Persze. Atya Isten. És úgy nyomja egyébként, hogy vegyem észre. Tehát, hogy így kicsit hangsúlyosan. Elég pró. És látszik rajta, hogy direkt nem kérdeztem eddig rá, hogy lehet, hogy egy a penész, tudod, hogy tiszt. Miért nem kérdezi már meg, hogy mi ez a menő dolog, amit használ. De hát ami a hangsúlya használja, tudom, hogy ez csak valami menő dolog lehet. Ha, ez a csaj már volt többször is, nem ismered meg a Balázs a röhögését? De én megismertem, én szerintem tudom, ki ez a csaj. Nem ő? Anna, nézd, hogy fölpattan, nézd, jön. Figyelj. De nem ő? Én arra a csajra gondoltam, akit először elmondta, hogy ő hamis jeggyel utazik, és fel volt háborodva, majd utána még egyszer betelefonált, és akkor is megismertem a röhögését, és megpróbálta letagadni, és ennek a röhögése, vagy ezen lány röhögése hasonlított ahhoz a lánynak, vagy annak a lánynak a röhögéséhez. De nem ő. Őt is Vikinek hívták. Ugye? Igen, de ez... A hamis jeggyel utazó. A hamis jeggyel utazós Viki, de ez nem az a Viki. Ez egy másik Viki. Hát mondd meg, hogy több Viki van. Hoppá. A kutya fáj, de hasonlóan nevettek egyébként. Hát ő is ilyen aranyos, puncogva nevetett. Igen, ilyen aranyos, kis vidám, fiatal csajok. Ilyen rajok, rajos. Na most fel is kezdett, jó Isten. Raj, mi? Raj. Sirály. 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 60 éves vagy, Anna, hát ne rajolj. Adjál már, ne egítsél, csak 55. Raj. Atya, hát úristen. Nem, az is ilyen régi. Tényleg, Anna, te idődben? Nem, akkor még úri emberek voltak, igen. Nem voltak ilyen dolgok. Ú, a fain, az de fain az volt. Fain sem használtam, de volt fain. Faintos, igen. Ezek most már olyan kellemetlenek, nem? Ha mondod. Poros. Hát, poros. Igen, olyan kicsit poros, nem? Igen. Csak köszönöm, hú, de fain. Aha. Úgy nézel rá. Most akkor váltsa próra. Igen. Na jó, van 3 perc, van pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket. Ha van valami, akkor küldjétek, jó? Egészen nyugodtan, mi helyzet az autópályákon, hidakon, utakon, rakpartokon. Nagyvárosokban mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra, amúgy pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello drága Boarding Show hallgatók, gyerekek, indián nyár, vénasszonyok nyara, száraz és meleg, ugye ezt megfejtettük. Itt van, és egészen vasárnapig tart, ha minden igaz. Jó idő, napsütés. Cool kafa, sirály. Kell több enni a gyerekek. Pro. Igen. Nagyon pró vagy. Nagyon-nagyon pró vagy. Jövő héten jön csak a lehűlés, még hétvégére is egészen jó időt mondanak, legalábbis vasárnapra napsütés, szombaton egy kicsit. Igen, és de hát jó. Nesprüitban. Marad a 15 fok eső. Tényleg? 15 fok eső. Nem, csütörtökön Nesprüitban egy kis eső, meg pénteken 18 fok, és aztán a 25-30. Tehát ott olyan ingadozások vannak, 18-25-30. Két napról 18-30-ra megy. Mire Feri bácsi megy addigra? Jó idő van, ti meg addig? Addig jó, addig jó lesz. Szétnéztek. Ben voltam most a mosdóba, a nőibe. Ahova szoktam. Ahova szoktam mindig elni, mert tisztábbnak gondolom. Éreztem a parfümör illatát, amikor bementem. Igen, nem. Mosogatom. Ez a hajlakom volt kicsi. És eszembe jutott egy érdekes, pont a minap olvastam, nem tudom már melyik internetes portálon, mindegy is, hogy a kézszárítóról mennyivel több baktérium megy a te kezedre. Ezt nem fogod meg. Nem az. Ráugranak? Nem úgy, hogy levetik magukat a mélybe. Nem, igen, megfogod és alátartod a fejedet, igen, és fognod kell. Hanem, hogy az a levegő, amit a kezedre fúj, az hányszoros, vagy hányszor több baktériumot tartalmaz, meg élősködőt, meg mit tudom, mintha mondjuk megtörölnéd egy papír törlőbe. És az ember higiénikusan kezet mos, a mosdóból kifelé jövet, azt gondolja, hogy megszárítja a kezét, az milyen jó, hogy megszárítja, és utána már nem csinál semmit, maximum könyökkel kinyomod az ajtót, és kim vagy a... Nem, a, ez az Aviator című film. És hogy berakod a kétszárító alá kezedet, és annyi baktérium van a rendszerben, hogy 30-szor, vagy mint a 20-szor, vagy 30-szor több baktérium kerül a kezedre, mint amennyi volt előtte. Oh. Ha ugye? Nincs benne valami szűrő.
Hát, hát az is most, ez szerinted a miénket mikor takarították utoljára? Meg mondjuk egy benzinkúton. Múlt héten. Csoda, hogy működik. Egy nyilvános WC, férfi WC, egy benzinkúton, hogy azért ott nem cserélnek havonta szűrőt ezekben a készszállítókban, abban is biztos lesz, hogy egyszer oda fölrakták, aztán... Te nem lehet, hogy ugyanazzal a lendület le is sodrodnak a kezedről? Az irgalmatlan szélvihar miatt? Aha. De, hogy átfújja a kezeden, igen, és lefújja a kezeden. Kapaszkodik, és le is fújja. Hát. Érdekes volt, hogy azt gondolja az ember, hogy mennyire tiszta, amikor kijön mondjuk a mosdóból, és közben sokkal több élősködőm, baktérium, hogy mi lesz a kezeden. Ha ezt nem használod. Féltek, amiben így bele kell dugni ilyen vékony. Én azt nem szeretem. Én is úgy félek tőle. Az? Nekem nagyon tetszik. Nem már. Iszonyat menő. Veszély. Nagyon pro. Na, pro? Szerintem az nagyon jó pofa. Először nem tudtam, hogy mi az. Mert oda mehet, és így néztem, és azt hittem, hogy valahonnan ki kell belőle tépnem egy, mit tudom én, egy darab papírt, vagy ilyesmi. Ilyen kéztörlőt, és aztán beledugtam, és így beindult. De olyan elementális erővel fújja. Attól hogy... jó. Na, itt van a cikk, közben Anna megtalálta. A meleg levegős készszállítók még rontottak a helyzeten, átlagosan 255%-kal növelték a baktériumok számát. A baktériumok igencsak kedvelik a készszárítókat, mert azt írja ez a cikk, hogy a mosdópárás levegője magasabb hőmérséklettel találkozik, és a beömlő nyílásnál rengeteg baktériumot találtak, 97%-uknál a kézre irányuló fúvóka is tele volt bacikkal. És akkor ott ülnek a szélén a baktériumok, és akkor mindjárt indul. Ott a keze, talán. Domestos, menekül, igen. Na, ártalmatlan mikrobákról van szó, és nincsenek tele ezek halálos kórokozókkal, írja a cikk, de mégis érdekes, elolvastam. Szerintem érdekes cikk volt, hogy azt is használod, ezt közül nem is gondoltam. Most a jövő héten, ha olyan cikket találsz, amivel az van, hogy a csap maga, amikor megnyitod, akkor de az igaz. Egy rohadványt terjeszt. De nem, hát az igaz. Tehát nem is most kezet, most már az lesz, mert ugye akkor már nem szárítunk, ugye? Tehát kultúrember nem szárít. Hanem... Kultúrában nem szeretem. Én ezt az utána a kézmosást se értem egyébként. Persze fontos. Szenzorossal az tök jó, de hogyha mondjuk ilyen karos, vagy ilyen hagyományos, ilyen csavaros, ilyen tolózáros a nyitó része, akkor tényleg felviszed a baktériumot, megmosod a kezed, utána meg elzárod, és akkor meg visszakapod gyakorlatilag a baktériumot, meg addig letettél. De ezt a nagyon nagy kézmosási hullámot utána ezt se értem. Persze kell, hogy utána kezet mossál, de hát az a lényeg, vagy az lenne a lényeg, hogy előtte mossál kezet. Tehát leginkább a nőknek egyébként, de a férfiaknak is, mert ugye a nők akár mondjuk ugye még papíron keresztül érintkeznek saját magukkal, ha bármelyik opciót választják, hogy miért használják a WC-t, de egy férfi azért ugye megfogja a legnemesebb részét. Na most egy csomó nem mostnak előtte kezet, pedig az sokkal fontosabb lenne, persze nyilván az utána kézmosás is fontos, de hogy amikor te hozzányúlsz, és mondjuk egész nap jöttél, mentél, fogtad, kóz, kezet fogtál, 600 emberrel érintkeztél, és te elmegy WC-re, és nem most előtte kezet, az például tök fura. Igen. És aztán megfogod Dezsőt, előtte, és utána, elkapsz. Vagy csak utána? Előtte, utána, közben. És aláállsz. Ez előtte, vagy utána? Utána. Utána, igen. Igen. De ez nagyon higiénikus. És nagyon alapos vagyok érintésben. Múltkor adtál egy sonkás szendvicset, és majdnem csókoloztunk. Pedig csak hozzám értél egy pillanatra. Hát annyi kedvesség... egy sonkás szendvicset, az illat alatt, hogy hot dog volt. Annyi kedvesség senkiben nincs, mint benned. Igen. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket, amit a drága hallgatóink küldtek nekünk, hogy mi a helyzet országszerte az utakon, autópályákon, hidakon, nagyvárosokban. Trafi a Váci úton kifelé a Lehel tér után, ezt Ati küldte nekünk. Ez egészen pontosan a Lehel piac után van, a Csoda is elküldte. M5-ös Szeged felé a Dabasi kiáratnál Skodából mérnek, Csikis fiúk küldték ezt nekünk. A Csikis fiúk azért az huncuk, nem? Csikis fiúk. Jaj, de cuki. M1-es fővárostól Győrig akadály és sűmentes, tiszta és jó látási viszonyok, üzeni nekünk Karesz. Valaki magyarázza már el nekem, hogy miért a reggeli csúcsforgalomban kell útjelzést felfesteni a Szentendre Újpest körforgalomnál. Hatalmas a dugó. Kaptuk ezt is SMS-ben. Baleset a 81-es úton, Sárkeresztes Nékaki... Micsoda, ez egybe van. Na csak mondom, a 81-es úton a Sárkeresztes Nékaki. Aha. Gondolom, Sárkeresztesnél, aki tud, kerüljön Moha felé. Csak ez Sárkeresztesnél, aki. Ez így egybe van. Ez jó. Csak ezt konvertálja már. Figyelj, szerintem rengeteg időt lehet megspórolni ezzel. Igen. Budakeszi körforgalomban miért reggel 7-kor festik az útjeleket? Igen, ezt Ildi kérdezi tőlünk. És a Pinnyei elágazásnál Pereszteg előtt van egy baleset. Ez a 85-ösön van, Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. Erzsébet Fasoron állt be a sor a nehézkes haladás miatt. Nejem szerint a nős emberek is lehetnek boldogok, csak a felesége meg ne tudja, írta nekünk Istvánt. Jó Isten, köszönjük szépen. Jól van. Nem tudom az összeset? Aha, igen. Szerintünk igen. Igen.
kétségét vannak? Nem, csak megnéztem. Szerintem egyébként azok, morfondírozok akik... kicsit, de hát az nem baj. Ma reggel mindig pörög az alatt, ha az abot eszel. Tudod, hogy tele vagyok ötletekkel. Képzeljétek el, most feltaláltam, hogy ha koszos az autót, milyen jó lenne, ha lent csinálnának ilyen hengerszerű képződményeket, ahol lennének ilyen pörgentjük. És akkor beállsz az autóddal, és akkor lemossa az autódat. Ilyen hatalmas kefék. És nem kéne otthon locsolni, hanem be tudnál állni, és akkor lemosná az autódat. És menned kéne az autóval, vagy az autó megáll, és a kefe meg? Ráállnál egy futószalagra, mennél, és a kefe pedig között. De nagy vagy. Te, hogy ilyen esetleg meg is szárítaná, vagy valamilyen a fényezést védőanyag is esetleg felvihetnének? Nem rossz ötlet. Yeah. Szerintem használható, fejlődő országba el tudjuk adni. Mit kezdtél mondani, amit elkezdtél? Azt mondtam, hogy mindig szegény ilyen zebrafestőket, meg ezeket, akik útburkolati jelzéseket festnek, mindig kérdezik, hogy miért ilyenkor festik. Hát szerintem azért, mert máskor is festik, csak máshol. Tehát, hogy ők nyilván dolgoznak egyébként, így este felé is, meg szürkületben is, meg ilyesmi. De hát ez van. Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy egyrészt azért festik akkor, hogy mindenki lássa, hogy készül valami. Tehát ott tökéletesen tudatos. Déltől már senki nem dolgozik. Senkit nem érdekel, reggel kell, mert akkor látod, hogy a te kerületedben, a te településen szépül, és a polgármester milyen jó, és dolgozik, és tesz értünk, és költi azt a sok-sok pénzt ránk. Tehát szerintem tök tudatos, hogy az a választópolgárok megnyugodjanak egyébként, hogy na most itt nézd meg a mi kerületünkben is történik valami. Kettő, hogy drágább éjszaka, és egyszerűen azért dolgoznak reggel, feltartva mondjuk egy komplett rakpartot, vagy feltartva tényleg egy hídnak a forgalmát, mert egyszerűen azt mondják, hogy nem fizetik ki az éjszakai munkát, akkor mondjuk le lehetne vágni a sövényt az út mellett úgy, hogy emberre vegye észre. Csak egyszerűen az lehet, hogy kicsit drágább, ezért inkább szívjanak a lakosok, aztán arra szóljanak a sövényvágó, meg az útfestő mellett. Okay. Legalább látják, hogy készül valami, legalább olcsó. Oké, de déltől négyig, ott csak mellékutcán. Hát déltől festenek. Négyig azért szoktak azért dolgozni, igen, este dolgoznak. És most megkérném őket, hogy a kedves útburkolati jelzéssel festők, írjátok meg, hogy nekem van igazam, mert hogy éjjel is dolgozom, mert, és megjönnek, nem, Balázsnak van igazat, tényleg csak azért csinálják az egészet, mert a Bóré ránk szólt, hogy nappal dolgozunk, hogy lássák, hogy ő a legjobb polgár. Teljesen független, de azért az lehet látni, hogy a választások előtt mindig vannak a legnagyobb útfelbontások, az átadások, tehát ez így csinálják Amerikában, ez így csinálják Németországban, ez egy kampányfogás, hogy előtte átadsz 600 ezer dolgot, előtte elkészül 800 ezer dolog, előtte romokba szeded a várost, amit aztán gyorsan, mire jönnek a választások, összeszedett, tehát hogy ez így van, mint ahogy az is egyébként, hogy lássa a tisztelt honpolgár, hogy épül, szépül a város, az út, és ezért dolgoznak. Új seper, jó seper, illetve a régi is jó seper, ezért ne jöjjön az új. Tehát, hogy tulajdonképpen ezért van. Na, egy nagyon érdekes kísérlet. Méghozzá elsősorban szerintem azoknak lehet fontos, akik online ismerkednek, mert hogy egy amerikai társaság kipróbálta, mi történik, ha egy lány túlsúlyosan megy el egy online megbeszélt randira. Tehát úgy, hogy nem tudja a fiú, hogy kimegy. Ugye? Tehát online összeismerkednek, ott lehet, hogy van egy kép, egy jó minőségű fotó, mondjuk csak arcról, ahol akár nem is látszik, hogy egy picit duci a lány, vagy túlsúlyos, és így elmegy, és amikor ő odaérkezik, akkor... Igen, három amerikai férfi készítette ezt a videót, hogy mi a helyzet az online randizással, ezt próbálták megfejteni. És a videón elmondják, hogy a nők, mi a nők legnagyobb félelme egy online randin, mi a férfiak legnagyobb félelme egy online randin, és kiderült, hogy a nők attól félnek, hogy sorozatgyilkossal találkoznak. Tehát fölviszi őket, megerőszakolja őket, csúnya dolgokat csinál úgy, hogy ebben nem mennek bele. A férfiak pedig attól rettegnek a leginkább, hogy a nő, akivel találkozni fognak, túlsúlyos. Ez egy komoly esettanulmány egyébként, hogy a férfiak félnek a kövér nőktől, vagy legalábbis mint pár nem tudják elképzelni, mert nincs benne a szépségről alkotott elképzelésükben az, hogy valaki mondjuk túlsúlyos legyen. Engem például az ápolatlan fogsor sokkal jobban zavarna, mint a túlsúly. Hát nézze, ott ülnék valakivel randizom, és nem lennének fogai, engem is nagyon zavarna. Ez egy nyomásért volt, igen. És az zavar még az orszú is. Főleg, ha egy lánynak. Szóval az ápolatlan fogsor az azért, mert azt szerintem mindenkit zavar, de azért a túlsúly az ugye az egy olyan dolog, van, aki elfogadja, van, aki nem. Érdekes a videó, mert hogy fiatal csinos nőket kértek meg arra, hogy alkalmazáson keresztül szervezzenek le maguknak randit, és csak akkor váltak kövérré, amikor megjelentek ezen a randin. És azt nézték, hogy végigüli-e a férfi a randit, vagy pedig föláll. Elmentek, mutatják a kísérletet, érdekes a videó, arról szól, hogy három helyes csajt elkezdenek maszkírozni, beraknak a hasuk alá valamit, és pufin érkeznek meg erre a randevúra, és elmondják, hogy miért hisztak meg velük, mi történt, stb. És öt férfiből mindössze egyetlen egy ülte végig a randit, és beszélgetett a lányjal. Neki végén elmondták egyébként, hogy ez egy kísérlet, és hogy ő volt az egyetlen, aki végülte. A többiek azok
De azonnal felálltak vajon? Kifogást kerestek és elmentek. És megcsinálták fordítva is ezt a kísérletet, ami arról szólt, hogy egy túlsúlyosnak öltöztetett férfival összehozták a nőket, és a nők, hogy mennyivel több empátia van bennük, és mennyivel értelmesebbek szerintem, mint a férfiak, megdöbbentek, de mindannyian kedvesek voltak, és 5-ből 5 nő egyébként végigülte a randit. Mert nagy maci. Igen. Hát, és a végén még meg is döbbentek, hogy milyen jól érzik magukat egyébként azzal a nővel. Aha, más valószínűleg az indítatás, tehát a hapsik, ez a négy, aki fölállt, ők valószínűleg szexpartnert kerestek, nem? Tehát hát... ők nem hosszú távú kapcsolatban gondolkodtak, hanem oda mentek, hogy hát, ha lesz belőle valami, és akkor azt mondta, hogy hát egy kicsit plusz size a nő, azt hiszem így mondják, ma modernül, akkor azzal nem foglalkozom. Igen, és a nők benne voltak a következő randiban a ducib vagy kövére pasival. Amíg a kövér pasi vagy a kövér nők, akik érkeztek, ugye ott a pasik 5-ből 4 teljesen egyértelműen lelépett, elmenekült, és ott hagyták a duci nőket. Mert ilyenek. Fordítva ez működik. Ilyenek a nők. Ilyenek a nők, ez az intelligencia, tényleg úgy néznek a kövér férfire, mint mondjuk a Michelangelo egy hatalmas márványtömre, hogy benne van a Dávid szobor. Milyen? Ott van benne. Nem, valószínű, hogy itt egy ilyen természetes kódolás van, hogy a nőnek egy duci férfi az maga a biztonság, amit ad, nem, egyfajta ilyen apakép, hogy jó hozzábújni, hogy mackós, hogy a sok nőt nem zavarja egy pasi duci. Míg azért a férfiaknál van egy kép, egyfajta szépségideál, amihez azért a legtöbb férfi ragaszkodik, és 10-ből 9 férfi a jó nőket és a modell alakú nőket nézi meg. Nyilván van, aki a ducib nőket szereti, de több férfi szereti a normál testalkatú nőket, mint a hány nő szereti mondjuk a duci férfiakat. Ez marha érdekes, mert ugye a hosszú évszázadokon keresztül tényleg a nagyobb, testesebb endomorfabb típusú hölgyek jelentették a szimbólumot, az anyaságnak a szimbólumát, és itt jöhet elő szerintem az, amit a Feri mondott, hogy igen, ezek az urak valószínűleg inkább szexpartnert kerestek maguknak sem, mint egy társat. Tehát egy nő viszont, ha elmegy egy ilyen randira, akkor valószínűleg ő hosszú távban gondolkozik. Tehát kíváncsi arra, hogy mi van belül, de ugye nem az Adoniszt keresi belül, hanem hogy lehet-e vele beszélgetni, mit gondol a világról. Plusz a nők ezeket a dolgokat mindig is jobban kezelték, tehát tényleg türelmesebbek. A hapsi oda megy, és azt mondja, hogy hát elsőre cicám, te nem jöttél be nekem, mert van rajta 20 kiló, akkor nincs miről beszélgessünk. Szóval, hogy így szerintem... Meg a férfi határozott képpel megy oda, tehát ő már azt elképzeli, lejátsza magában, amíg a nők valójában sokkal tényleg empatikusabbak, és azt mondja, hogy jó, kicsit ducibb, nem baj, még így is tetszett egyébként, igen. Írjanak azok nekünk, akik online szoktak ismerkedni. Szerintem egyébként az online ismerkedések 80%-a azért leginkább a szexről szól, nem? Hosszú távú kapcsolatot keresel te online? Egy bizonyos kor fölött lehet. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, 50-60 évesen online ismerkedik, ott már nem biztos, hogy a szex a mozgató rúgója. De fiataloknál, vagy a 30-40 éveseknél az online ismerkedés nagy része arról szól, nem? Amellett, hogy nagyon sok magányos ember van fent online, aki mondjuk nem tud különböző interakciókba lépni emberekkel. Mert most 30 évesen semmiatt online ismerkedik. 30 évesen már akarsz járni valakivel, nem? Nem csak egy vízi numeráról van szó. Tehát, hogy sokan vannak olyanok. Én szerintem nem ismerem az online társkeresést. Szerintem a nők többsége, hogy nincs fórum. Erről már beszéltünk egyszer. Egy mai 30-40 évesnek nincs olyan fóruma, ahol ismerkedni tudna. Mert van a munkahely, aztán hazamegy, oda egyedül megy haza, és kész, és nem tud elmenni olyan társasági helyre, ahol egyébként meg tudsz ismerkedni valakivel. Tehát valószínűleg, hogy ma már az internetes ismerkedés is arra megy rá, hogy te rendes párkapcsolatot keres magadnak, vagy legalábbis a nőknél. Azt, hogy ezt férfiak vadászterületnek használják, az egy másik kérdés. Szerintem egyébként a szexpartner kereső szegmense ennek a társkeresésnek, ez sokkal őszintébb lehet, mint az effektíve valóságos társkeresés, amikor mondjuk egy párt az életedben, egy párt keresel magadnak. Megmondom, miért? Mert egy ilyen találkozásnál, ugye, hogyha nem játszottál nyílt lapokkal, hogyha tényleg nem úgy nézel ki, vagy mint mondjuk a fotókon, vagy a paramétereid nem olyanok, akkor ott nem lesz semmi. Abban a pillanatban a vége a történetnek. Tehát nekik sokkal őszintébbnek kell lenniük, mint azoknak, akik adott esetben mondjuk egy érzelmi kapcsolatra is vágynak. De ez rendes partnerkereső oldal volt, ugye? Nem szexpartnerkereső. Szerintem ez rendes, ez teljesen rendes, igen. Mik az átvágások az internetes ismerkedésben? Tehát ha valaki azt írja, hogy kellemesen molett, akkor az azt jelenti, hogy rohadt nagy. Tehát te hazudsz online? Biztos, hogy hazudsz, nem? Igen, mackós alkatú férfi. Tehát most a mackós alkatú férfivel azért sok minden benne van. Hát kicsi mackó vagy nagy mackó. És kóla is, meg a grizzly is.
Igen. De miről szoktak hazudni a nők, miről hazudnak a férfiak? Egy férfi miről hazudik? Vagy egy nő miről hazudik, ha online ismerkedik? Biztos, hogy megvannak ezek a sztereotípek, hogy egy nő is felépít hazugságokat a magáról online. Tessék, mondjon mindenki egyet, amiről szerint a nő hazudik, meg amiről a férfi hazudik. Biztos, hogy van ilyen. Magam által átlagos magasságnak, mások által kifejezetten alacsonynak mondott férfi. Igen, igen. Most mondok sztereotípjákat, csak hogy jár az agyam, mint életkor. Ki hazudik inkább nők. Az életkorban, a nők vagy a férfiak? A nők valószínűleg az életkorban hazudnak, nem? Miben hazudhat még egy nő? Súly. Súly? Súly, hát, szerintem súly biztos. Igen. Súly biztos. Melméret, teljesen egyértelmű, hatalmas labda. Hozzátesz, elvesz belőle, de nem biztos, hogy mindenki az igazit írja. De várj, egy társkereső, nem írja meg senki a melméretét. Nem? Nincs az, hogy 96-90. Hatalmas, kettődés, kosaras melltartó. Óriási mellek, várják szerető gazdáikat. Igazából az így fél évente dúcolja az IKV, mert gyere és masszíroz kedvedre. Azt csinálsz velük, amit akarsz. Nagyon hálásak. Ez már nem a társkereső. De mit tudom, akkor súlyban, életkorban biztos, hogy a nő hazudik. Miben hazudhat egy férfi? Súlyban a férfi is, szerintem. Nem, az nem ott kezdődik. Ott kezdődik, hogy a férfi azt mondja, hogy egyedülálló. Ja. Szerintem innen, igen. De nézzük a legalapvetőbb. Hát a nő férfi... azt mondja, nincs gyereke. Hát, azt nehezebb letagadni, le tudod persze nyilván. De hogy férfi egyedülálló, annak szerintem 80%-a orbitális hazugság. Vagy házasságban, vagy éppen válnak, vagy a harmadik szeretet, vagy kapcsolatban. Tehát ez az egyedülálló, ez szerintem a pasiknál óriás kap. Nem magam által együtt a másik által családosnak mondanat, úriember vagyok. Jó anyagi körülmények, ezt írja, mert az biztonságot ad a nőnek. Azzal lehet, hogy villant inkább, vagy rátesz egy kicsit, igen. Vagy kiegyensúlyozott anyai körülmények. Tehát akkor úgy fogalmazom, tehát, hogy nincs. Hogy nem, hogy kiegyensúlyozott, hanem mindig szal. Kiegyensúlyozott, hát nincs. Munkáról hazudik a pasi, képesítésről, foglalkozásról, arról hazudhat a pali? Az szerintem ott is lehet, hogy kicsit ráteszel, nem? Mert ő, hogy mit tudom, CNC esztergályos, vagy már nem írod be, hogy tudom, repülőpilóta, de lehet, hogy... Ő csak sima esztergályos, de odaidja a CNC-t. Ja, igen. Egy CNC, és a kutya nagyon komoly számítógépes ismeretek kellenek hozzá. Közülünk senki nem nyomult online, nem? Soha. Hát akkor még nem volt, amikor lehetett volna, aztán meg... Zsulte, te nyomultál online? Na gyere csak ide egy kis picit, ugye? No. De a legnagyobb azok online. Azok az idők elmúltak már. Figyelj, hazudnak a nők. Mindenki kicsit online, mindenki kicsit hazudik, nem? Sokszor. Én nem ezt tapasztaltam. Te mindig őszinte voltál? Általában. De igen. Mit írtál magadról? Hogy nézett ki a bemutatkozó lapod? Ezek ilyen inkább chat szobák, tehát nem voltak. Én nem ismerkedős oldalra regisztráltam, és akkor volt egy portfólióm, és leírtam magamat. Hangszavú, becsületes férfi, bölcsész diplomával. Pontos. Igen, pontos, jól kereső férfi keresi azt a nőt, aki nagyon... Ez megvan, ez a dolágsai, ez megvan. Na, mindjárt bejátsz a kírek után, azt megmutatom. Igen. Tehát nem volt erelés? Nem mentél úgy egy randira, hogy valami orbitális nagy kamu jött veled szembe? Leírta ezt, az is rájött, hogy nem egyezik, de még a hajszíne se abban, amit írt egyébként hát, online. Túlsúlyos lány, na az volt. Volt. De ő megmondta, hogy túlsúlyos, vagy ő odaírt, hogy kedvesen molett, vagy... Igen, vagy... csak a mértéket nem, hogy mennyire... Aha. De miért nagyon? Tehát, jött be, még mindig jött. Személy. Nem, ez úgy működik, hogy találkozik az ember, és akkor hát nekem nagyon gyorsan mennem kell, tehát sürgősen. Azonnal elépte. És mit írt, hogy karcsú, vagy jó alakú? Nem, mondta, hogy hát ő nem igazán sovány kategóriába tartozik, de na jó, de ennyire? Szóval... Aha. Hogy nem igazán sovány. Ott mondjuk kezdenék gyanakodni. Igen, akkor nem hazudott. Jellemzés, barna hajú, gesztenyeszemű, nem igazán sovány. Ennyi. Hát ott azért én lehet, hogy felkapnám a fejem. Na, drága hallgatók, aki találkozott már valakivel úgy, hogy először online volt, és aztán ebből offline lett, és valójában megoldódott a találkozás. Írjatok nekünk, hogy ki mekkora átvágásokkal, csalódásokkal, testi hibákkal, jellemhibákkal találkozott már úgy, hogy tényleg megérkezett a delikvens, és hát nyomokban tartalmazta csak azt, amit tulajdonképpen a leírásban ugye közreadott az illető, jó? Írjatok nekünk, tényleg várunk akkor ilyen ismerkedéseket, hogy online találkozások, vagy nagy online találkozás. Mi ez? Online randi? Keresek erre valami jobb szót. Ez tökéletes. Internetes ismerkedés? Net randi. Net randi. Rövid menő. Net randi, érted? Online találkozás. De analóg srác vagyok ebben a digitális világban, nem?
online találkozás, ez milyen hülye világ? Régi bódi vagy, romantikus, családcentrikus. Egyre maradt, izé. Összerakhatunk neki egyébként egy hirdetést. Igen. SMS számunk változatlan 06-745-00-00-00, jövünk a hírek után. 3-9 lesz pontosan 5 perc múlva, az internetes ismerkedésről beszélgettünk. Egy nagyon érdekes kísérletet végzett egy amerikai csapat. Három férfi készített egy videót, ami azt mutatta, hogy ha férfiak találkoznak duci nőkkel, akkor 5 perc után fölállnak és ott hagyják a randit, ha ez egy online ismerkedés volt előtte, mert hogy nem ezt ígérték neki. Amik ha nők találkoznak egy olyan férfivel, aki még az ismerkedés első fázisában nem volt duci, de mire odaért a randira duci lett, végigülik a randevút, 5-ből 5 jól érezte magát, és nem, hogy elmenekültek volna, puszival köszöntek, és további randevút akartak, mert hogy ugye nem tudták, hogy egy kísérletről van szó, hogy mennyire máshogy működnek a férfiak és ugye a nők. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen csalódása volt már, amikor ugye az online randiból egyszer csak valódi húsvér randi lett, megérkezett az illető, és hát mi fogadta, mi várta. Érdekes. Az, ha nekem valaki érdekes egyszerűen magyarázza, igen? Egyébként, hogy miért csinálják, mert úgy is kiderül, mikor oda mész, érted? Hát igen, de szerintem, hogy legalább az esélye meglegyen. Tehát ez olyan, mint amikor egy autóról beírod, hogy sérülésmentes, aztán amikor oda jön az illető, akkor elmondod, hogy figyelj, jó, valójában nem sérülésmentes, hanem itt történt ez az egy, és akkor legalább már ott van az illető. Uh-huh. És hát, ha. És akkor hát, ha már rá tudod venni, meg tudod beszélni. Aha. Na nézzük egy-két SMS, nagyon sok történet van. Azért legérdekesebb sztorim az volt, amikor egy srác beszélgetés közben, amikor is be volt kapcsolva a webkamera, egyszer csak felállt, szó szerint, hogy is mondjam, elkezdte szórakoztatni magát. Szórakoztatni magát, miközben ment az online ismerkedés. A neten ismerkedés olyan, mint az álláskeresés, el kell küldeni 100 önéletrajzlevet, amiből jó, ha 10 válasz jön. Ebből körülbelül 5 randi, amiből jó, ha egy hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolat lesz. Mi is így jöttünk össze a párommal, hosszú keresés után. Mi voltunk egymásnak az üdítő kivétel. Igor 3 hónapos múlt egyébként. Én nálam konkrétan 20 centi tűnt el a pasiból, mire leért Pestről Gyöngyösre. Tudnék mesélni egy példa. Vezető beosztásban dolgozom. Én nem hazudtam, sofőr vagyok. Zsol ezt küldte nekünk. Barátnőm ismerkedett egy sráccal, aki azt írta, hogy környezetvédelmi cégnél foglalkozik logisztikával. Kukás autót vezetett. Na. Fruzsina küldte nekünk. Mindig előre jelzem a testi hibáim, a csecsemő méretű szerszámomat 3-4 kilósan beírom. Találkozáskor derült ki, hogy alacsonyabb, mint én, és egy nagy bibircsok van az arca egyik felén, több találkozó nem volt. Pöttyös azt írja, azt az egyik nő se fogja neked bevallani vagy megírni magáról, hogy hatalmas vadászkutya fülek várják szerető gazdájukat. Mindenki lódít, írta nekünk Pöttyös, és itt van egy hallgatónk István. Hello István, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, te is online ismerkedtél valakivel? Igen, igen, egy társkereső oldalon, 7 évvel ezelőtt, és akkor hogy is írják, hogy találtam egy hölgyet, egy kirakott egy ilyen szők és barna hajú, és akkor írta magáról nekem, hogy ő 85 kiló, tehát kacsú, 165 centi magas. És akkor megbeszéltünk egy plázába egy randit. Igen? Na, elmentem, és én akkor ugye jó szokásom, hogy szívem mindig hamarabb oda megyek, hogy inkább én figyeljem meg, nehogy nagy meglepetés érjem. Ott ülök hagyba, közben már kértem 2 kávét, egyszer csak látom, hogy jön be egy elefánt testalkatú kis hölgy. Mondom, Jézusom, remélem nem ő lesz. És akkor egyszer csak jön felém, felem néz ilyen ágú szemekkel, és akkor jön oda felém, mikor megláttam a felém, tehát egy az egyben lecsúsztam az asztal alá a székről, és akkor vártam, hogy hát elmegy. Egyszer csak felemelkedik az a terítő, kihúz a karomnál fogást, aztán szia, baby, tán tetszem. Jól mondom, bocs, én most megyek. Szia, baby, tán tetszem. Szia, baby, tán tetszem. Aha, jó duma. És akkor elment, annyit mondtam meg, hogy bocs, én megyek a mosdóba, jövök mindjárt, majd beszélgetünk. Azt mondja, jó, megvárlak, mondom én magamban, jó, várjál, nyugodtan. Bementem a mosdóba, ott voltam kb. 2 óra hosszát, utána itt kimentem, mondtam az úrnak az előtérben, nézem már ki, nem áll kint egy elefánt. Azt mondja, miért? Mert mondom, hát az én rám vár, én nem akarok ki, mert Isten ments, mondom. És de akkor most, de jön, egyébként akkor... tényleg nem akarok. De elmenekültél a WC-be? Hát ez hogy? Meg, tehát nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy ne haragudj, nem te vagy a zsánerem. Tehát, hogy... Hát meg azt írta a hirdetésben, hogy 165-től magas és 85 kiló. Hát abból azért na, már lehetett. Na, pontoljatok el, 190 kiló testsúlyú hölgyet, 150 centi magasam. És megvárt a WC után? Tehát megvárt? Ott volt? Tessék? Ott volt? Ott volt még, és ott nekem szólt az úr, hogy azt mondta, hogy uram, mit maradok én inkább, mikor elmegy, szólok. És akkor még benn voltam egy olyan jó 20 percet. Hát már az izgalomtól már azt néztem, hogy hol lehetne innen kimenekülni, vagy valami. Szegény nő. Kimentem, ott bejött szólni az úr, hogy elment tiszta a levegő. És akkor mondta nekem, hogy itt oldalt menjünk ki. Na, tekemre, mert megláttam, hogy ott van.
És erre annyit mondtam az úrnak, hol van itt egy nagy kávézó. És akkor elmagyaráztam nekem is akkor, mint akit kergetnek, aki a halálába fut, gyorsan be az internetre, kitöröltem onnan a profilomat, minden jaj, mondom, Istenem, még egyszer ilyet ne. És annyi, hogy még értem neki egy üzenetet, hogy bocs, legközelebb, hogyha állatkertbe akarok menni, akkor oda megyek. Azért ez nem korrekt, amit csináltál. De ez tehát nagyon nem. Hát azért, mert most ő így néz ki, persze, még egy kicsit lódított, hát azért belerugni nem kell. Két kávét is vele fizetették. Hát az, hogy most... meg akartam tőle kérdezni, hogy most a bal vagy a jobb oldalad 85 kilókat. Aha, szegény, de hát figyelj, nem értek, azt lehet mondani, figyelj, nem, aztán ott hagyod, nem? Hát azért ez... Na jó, figyeljetek, ide most, ha bevallottam volna, legfeljebb annyi, de azt mondom, oké, poén, mert egy telt nőbe odahajtok lyukat, ahol ja, de milyen férfi, hogy két órára bemenekülsz egy nőtől, egy ilyen női mosdóba? Hát meg kell neki mondani keményen, tökös, hogy figyelj, nem, aztán ott hagyni. Hát te voltál na a kislány ebben a sztoriban, aki két órára bemenekült egy mosdóba, nem ő. Na jó, egyébként. 72 kilómmal értett szumokbajnokságban, alul maradtam. Ja, puha vagy, bemenekültél egy nőtől egy női mosdóba, igen, ez marad meg nekünk, köszi. Musz, igen, köszi, ciao, hello. Azt mondja, hogy nézzük még egy-két SMS-t, vannak nagyon jók. Azt mondja, randiztam egy lányjal, aki mások által csinosnak, mondottnak írtam le magát. Eljött egy olyan hiányos fogazatú szemtengely ferdüléses foltokban tépett hajú valami, hogy komolyan kezdett érdekelni, kik lehetnek azok a mások. Írja Csaba. Pasiknál teljesen tipikus, hogy jóval korábbi képeket raknak fel. Na például ezt nem ismerte, milyen jó. Valószínűleg online keresésben ő is fekete öves. Kaptál egy képet, jó testalkatú, dús, barnahajú pasiról, randi megláttam, nyomokban sem hasonlított a képre, köpcös, ritkás szőke haj. És még ő sértődött meg, a pasik is hazudnak a korukról, nem is keveset. 4 hónapig voltam fent társkeresőn, végül nem onnan lett párom. Mm. Tehát mindenki kamuzik igazából. Legtöbb férfi egyébként, hogy lát a testmagasságával kapcsolatban hazudik. Hát az a férfiaknak szerintem a testmagasság. Én is hazudnék. Azt mondaná, hogy 150 vagyok, és milyen kellemes csalódás lenne, amikor adom. Igen, apró, kicsi, tervető 148 cm-es. János Kavárja. És oda benne a 165 cm-es Dalia. Igen. Mi gólyalábakon érkeztünk, kérdeznék, igen. Nem a férfiakat védem, de tapasztalatból mondom, sokat csajoztam online, minden nő komoly kapcsolatot akar az első 5 percben. Ezt Balázs küldte nekünk. Én egy 55 kilós lányt vártam, megérkezett egy 80 kilós. Megkérdeztem, mi volt az ebéd, hogy az a pár kiló így felszaladt. nagyon nem tetszett neki. Nálam megkopaszodott, mire odaért. Nem tartott sokáig. Sietett, lefújta a haját a szél. Igen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Zoli vagyok. Na, Zoli, te a hangod alapján egy feketeöves online ismerkedő lehet. Ez bukta csúnya. Igen? Nem vagyod? Hát gyorsan feladtam szerintem. Na, mi történt? Hát több évvel ezelőtt történt, egy internetes oldalon ismerkedtem egy lányjal, körülbelül 2 hétig tartott az ismerkedésünk, amíg így elmélyültünk egymásba a levelezésbe, túlestünk az első fényképeken, elég biztató volt a sztori, azt hittem megtaláltam a nagy őt, úgyhogy megbeszéltünk egy találkozót a Bosnyák téren, nagyon szép napos idő volt, vártam, jött szembe egy sukár lány, távolról jól nézett ki, és hát utána, ahogy közelebb ért, éreztem, hogy valami probléma van az erőben, és a lányzó, ahogy így rám mosolygott, és azt mondta, hogy szia, rögtön némi hiányosságot véltem felfedezni a szájába. Ezzel utalnék a fogatlan történetre, amit te is mondtál. Hiányzott egy-két fog. Atya hát, Isten, az finoman fogalmaztál. Aha. És még ami meg volt, az is sötét színű volt. Úgyhogy hát annyira meglepődtem, hogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor menjünk tovább a történettel, majd valamit kitalálok. Beültünk a kocsiba, és elmentünk a Hősök terén, volt egy kávézó, oda elmentünk, hogy akkor kávézunk egyet, de hát fogalmam nincs, miről beszélgettünk, mert csak ő beszélt egész úton, én arra koncentráltam, hogy hogyan rázzam le. Aztán tettem egy nagy kört a Hősök terén, és azzal lendülettel vissza is vittem a Bosnyák térre, és ott megálltunk, és akkor csak annyit kérdezett, hogy néni, visszajöttünk ide, ugye? Hát mondom, igen, jól látod. Ja, hogy visszaértettek oda a Bosnyákról, találkoztatok. Aha. Igen. Szegényként, hát nem volt a helyzet magaslatán. Hát nem. Úgyhogy velem ennyi történt. Fel is adtam egyébként, gyorsan én is. Azóta nem is, nem is használod az online ismerkedés? Hát több okból sem. Azt hiszem 3-szor próbálkoztam vele, mind a 3-szor negatív tapasztalat. Aztán utána végül is sikerült megtalálni azt, akit kerestem, úgyhogy azóta nincs is rá szükségem. De őt nem online? Nem. Nem. Aha, tehát egy élőben találkoztató. Így van. Uh-huh. Na jól van. De a Bosnyák téren. És a tetszója volt. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is, sziasztok. Szia. Hello.
Mikor találkoztunk a lányal, megláttam, szabályosan sokkot kaptam, a csajnak nagyobb bajsza volt, mint nekem. Ezért gyerekek, ez az online is, ezért ez kemény. Ez egy kemény világ, nem? Mikor úgy várod, hogy megérkezzen, és ilyenkor, nem az jön, akit elképzeltél. Ilyenkor, ha késel, akkor az jó, nyilván persze tapintatlanság, hogy elkésül egy randiról, főleg úgy, hogy te vagy a férfi, de egyébként ez a hölgyekre ugyanúgy igaz. És megvárod, amíg odaérjen, és csekkolod, és adott esetben mondjuk itt telefonnal, hívással lemondod azt a randit, amikor meglátod, hogy mégsem a nagy ő érkezett, akkor az nem korrekt. Hogy érzitek? Hogy micsoda? Hogyha hát, hogy egyszerűen, hogy később érek oda. Igen? Megvárom, hogy odaér. Egy pálma mögé. Lecsekkolom. Hát de most érted, akkor nem jobb itt autókázni, hogy várjálok. De 45 évesen vagy 50 évesen leselkedsz egy bokor mögül. De miért nem lehet jó, ne úgy kézzel, most Feri bedobt ezt a leselkedsz egy bokor mögül. Nem úgy kell elképzelni, hogy ott cserkelsz. Nem vált vezér fel, hogy férfi, ülj oda egy asztalhoz, aztán mert neki megmondani, szerintem a legtisztább mindig azt, hogy megmondani neki, hogy figyelj, nem erre gondoltam, ne haragudj. Ígyunk meg egy kávé. Nem arra gondoltam, amit te vagy. Megmondod neki, most érted, elbújsz tényleg egy bokor mögé, olvasol egy népszabit, egy szivara látégeted, és két lyukon keresztül egy műorral, egy bócsipkában nézed, hogy megjön a nő. Hát azért 45 évesen már az ember nem akar bujkálni. Szerintem. Hát mondd meg neki, őszintén, hogy figyelj, tök helyes vagy, nem akarlak megbántani. Nem erre gondoltam, köszönöm. Nem tudom, egyébként ettől miért félnek a férfiak vagy a nők, de leginkább a férfiakat. Hát hallottad ezt az előző taplót? Már bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy hallottad, hogy ő az, aki bánt egy másik nőt, annak ellenére, hogy két órára nyomorúságos, aljas, gyáva módon elbújik egyébként egy női mosdóba, vagy egy férfi mosdóba, mert nem mer kimenni. Hát mennyivel tisztább, hogy azt mond neki, hogy figyelj, ne haragudj. De se megbántani, se megalázni, azért nem kell, mert ő hazudott magáról valamit, nem? Egyszerűen azt mondja, figyelj, nem erre gondoltam. Ha a századik randira futsz rá, ahol átvágnak, nyilván nagy a fejed, és már a pokolba kívánod. De most érted, egy túlja mögül leselkedni, nem tudom elképzelni. Vagy bekéretkedsz a pultba. Vagy igen, vagy hajléktalanként érted ott. Oda mész aprót kérni a lányt. Szóval ezt nem tudom, nehezen tudom elképzelni. Tehát, hogy ezek az emberek, akik mondjuk az interneten keresztül ismerkednek, ezek valamilyen szinte, szerintem egy nagyobb százalékban azért ilyen félszegek, vagy nehezen teremtenek kapcsolatot. Nem? De én azt gondolom, hogy az online ismerkedés egy része vagy szexről szól, vagy attól, igen, vagy arról, hogy valóban nem mersz élőben, vagy nincs lehetőséged, de sokszor inkább a gátlások visznek rá. Viszont akkor szemtől szembe őszintének lenni sem könnyű. És azt mondani, ebben hogy van igazság, hogy az a típus, aki online ismerkedik, sokszor nem tud az életben, igen. Tehát az ilyen társas interakciókban úgymond alul marad, és fél őszintének lenni. Pont ezért ismerkedik online. Igen. Tehát akkor marad mégiscsak a leselkedés. De egyébként figyelj, ez egy azt jó. Érted, hogy úgy nézel ki, mint a fiatal Charles Bronson. 40 éves férfi vagyok, 10 éve próbálkoztam az online társkereséssel. Én épp az ellenkezőjét alkalmaztam, sokkal rosszabbnak festettem le magam, mint a valóság. Okay. Ezt mondta te is, okos. 10-ből 9 esetben sikerem volt a találkozáskor. Ezt írja Robben. Az a gond, ha még így se. Hát, hogy tudod. Igen, csak arra számítottam. Csak tudjátok, hát a rosszabbnak fested le magad, akkor ott van a csapda, hogy ugye nem találkoznak veled, mert rossz. Tehát egy izé erősen nagyot halló, félszemű, bibircsokos férfi várja élete szerelmét, hát nem gondolom, hogy éjjel-nappal csörögne a telefonod. Tehát finoman kell súlyozni. De lehet, hogy ő egyébként annyira jó képű, hogy az a kép, amit magáról rontva föltett, még az is menő. Oda meg berakottva, milyen brutál képet, igen. De nem, most egy kicsit ráfűztem nekem, ez a bujkálás egyre jobban tetszik. Hogyan menjünk netes randira? Hogyan menjünk netes randira úgy, hogy álcázzuk magunkat, mire megjön egyébként a delikvens, igen. Uh-huh. És akkor hogy van, hogy te tetsz egy jelszó a szegfű, és akkor te tetsz egy virágot a kezébe, hogy megismer? Igen. Igen? És akkor azt lesed meg, aki mondjuk virágot fog a kezébe, vagy egy száz szexi... Vagy egy mágdarálót. Jelszó, mágdaráló. De egyébként szerintem... Igen. És itt vagyok. Igen. És jó, és akkor ma találkozunk, ahogy hívják nálam, itt tudom én. Ezért, ha Ferenciek terén is legyen a kezedben egy hurgadőt, innen ismerjük meg egymást. Vajon a nők is elmenekülnek, vagy a nők inkább megmondják, hogy figyelj, ne haragudj, hazudtál, nem is így, nem jól nézel ki, nem erre számítottam. Mert szerintem... a pasik szerintem többször gyávák, mint a nők igen. egyébként. A nők szerintem sokkal őszintébbek. Bátrabbak, nem? Hát ők megmondják a tutit. Nem, én egyébként most már átgondoltam, leírnék mindent egészen precízen, pontosan, tényleg a pőre valóságot, csak a végére hodoljam, hogy jó, de tudom Sebesén Balázs mobil számát. Jó, oké, értem én. Értem de... én, jó, hogy nem hívtok, rendben, de meg tudom adni a bali mobil számát. Na jó, hát nem egy egyszerű élethelyzet nyilván. Leginkább azoknak, akik semmiféle úgymond defektelem rendelkeznek, egyszerűen csak nincs lehetőség máshol párt keresni.
igen, nem könnyű kiszűrni a jót. Meg izgalmas egyébként. Tehát ugye azért ez a csetelgetés, meg ismerkedés, tehát hogy ebben van azért egy nagyon komoly izgalmi faktor. Én az a baj, hogy én sose csináltam, de én nekem nagyon sokan csinálták ezt a Vivánál is, meg az Éplúdból is, és mindig arra gondoltam, hogy, hogy mi van, ha egyébként te férfiként csetelsz, és egy 130 kilós, szőrös, izzadságszagú férfi ül egyébként a másik oldalon, te már erős izgalmi állapotban lihegve küldözgeted neki az erotikusabbnál erotikusabb e-maileket. Honnan tudod, hogy ki ül a másik oldalon? Honnan tudod, hogy kivel e-mailezel? Hát szerintem ez igaz. Az egész egy illúzió. Nem hiszem, hogy téged egy 130 kilós férfi akart volna megszerezni magának. Nem csináltam. Nekem sose volt egy csetszobába bemenni és vadidegen emberekkel erotikusan csetelni. Tehát, hogy nem tudod, hogy ki ül a másik oldalon. Ebben van valami, ami izgat, hát, csetelsz valakivel. Én nem tudom csinálni, mert nagyon lassan gépelek, ahogy az egyik kedves haverom mondaná, ahogy a sas lecsap. Jó, mondjuk nálad egy ilyen, vedd le a bugyidat egy ilyen másfél-két óra. És hallod el a másik oldalon. És a következő üzenet tőle már csak annyi lenne, hogy hör. És kettő között eltelne 3 hét, és lekapcsolnák az áramszámládat konkrétan. Tehát, hogy te nem vagy ez a nagyon gyors gépelő, igen. Pityi püjjel, igen. Na jó, a hármasugrás játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Attila. Honnan hívsz minket, Attila? Budapestről. Budapestről. Te is ismerkedtél online? Én ismerkedtem, igen, igen. Hát én már 10 éve csináltam ezt, vagy hát most, igen, hát 10 éve ismerkedem online, most az utóbbi időben nem ismerkedtem, de éppen most hagytak el, úgyhogy lehet, hogy megint ráfanyolodok. Ó, lelépett a csajod? Hát, a mennyasszonyom volt. Rácsapott valaki online, vagy mi történt? Lehet, nem tudom. Azt mondja senki, de hát én már öreg vagyok bócnak. Na. Hogy történt? Ez csak kilépett, vagy voltak előjelek? Nem, hát mi együtt éltünk már másfél éve, meg mindent, tehát nem volt. Az oké, nem a lelépésnek úgy értem, hogy volt valamilyen előjele, hát, vagy? Nem nagyon igazából, mert elég hamar közölte, hogy ő elköltözik. Aha. Így. Állítólag voltak, biztos én voltam a vak, és nem vettem észre. Tehát mi férfiak máshogy látjuk ezeket a dolgokat, tudod? Hát igen, ez érdekes. Máshogy gondolkodunk. Nem, szokták mondani, hogy nem ugyanaz a szoftver fut a nőben meg a férfiba. Igen. Na jó, hát akkor újra jönnek a szép régi idők, az online ismerkedés, nem? Vissza az internetre? Hát nem hiszem igazából, nem vagyok én, ahogy ugye hallgattam, hogy igazából én nem vagyok elveszett gyerek, tehát tudok ismerkedni személyesen is. Van egyfajta varázs ennek az online ismerkedésnek is, viszont egy irgalmatlan nagy lutri és zsákba macska. Az biztos, szerintem is. Ez így van. Jól van, Jani, milyenek a kérdések? Tudható. A harmadikkal talán egy picit gond lesz, de szerintem okés. Helyes kis kérdés. Mi van, hogy most én könnyűeket érzek? Tényleg? De várj, hát azért annyira nem. Magát érezted? Milyen helyes kis kérdés. Helyes, igen. A harmadik az igen, de az egész héten, meg a múlt héten is én nagyon. Hát a múlt hét ugye az a ismert okokból kifolyólag, mi a nyomtatós projektünk. Igen. Na jó, van, itt szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik ország legnagyobb városa? Auckland. Új-Zéland. Így van. Mehetünk tovább? Hát menjünk, ez még csak a második lesz. Ez még csak a második lesz, dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Melyik sportág képviselője az olimpiai bronzérmes Csernovszki Éva? Csernovicki Éva, bocsánat. Csernovicki, aha. Cselgáncs? Igen. Harmadik mennyire nehéz? Nagyon, tudom. Hát, figyelj. Ja, annyira szerintem nem. Nem különösebben nehéz. Popzenei kérdés, ha popzene, akkor menni fog. Fogalmas sincs a popzenéről, de hát nyomjuk. Akkor állj meg! De tényleg, tehát hogyha nem vagy benne biztos, akkor ne ússzon el, mert a szoftverünk ez könyörtelen. Igen, akkor tartsd meg, és akkor... Persze, és akkor tuti megvan. Há, egyszer élünk, mindig ezt játszottam. De nem áll, hát most miért nem viszed el, ha a popzene és nem vagy benne otthon, mire számít az, hogy tudni fogod? Hát nyilván. Hát jó, csak ha megvan ez, akkor jó, te tudod, menjünk. Csak szerintem, ha az ember tudja, hogy nem tudja a popzenét, akkor érdemes megállni. Így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik világhírű amerikai énekesnő slágere a Wrecking Ball? Wrecking Ball. Wrecking Ball. Biztos hallottam. Tuti.
csak a címe nem jut, csak így a címe alapján. Amerikai? Nem a nemzetiség volt a kérdés, hanem a neve. Amerikai egyébként. Amerika. Nem, csak hogy melyik országból, tehát úgy, hogy országból, hogy úgy keresem. Aha, hát ha kis ország és csak egy híres énekes nőjük. Igen. Értem. Például, mint Uganda, vagy valami. Aha. Hát ha mondasz egy híres ugandai énekesnőt, akkor nem kell válaszolnod az eredetére. Akkor tiéd a pont. Oké. Amerikai. Mondj egy amerikai énekesnő. Rihanna. Ki? Hogy? Rihanna. Ja, azt hiszem a fapados. Azt hiszem a fapados légitársaságra gondolsz, mondom. Ő meg szerintem barbadoszi. Igen. Egyébként. Mondjuk, hogy igazad van, igen, csak igen. Ugye Amerikában él, igen. Miley Cyrus lett volna a dal cím, szerintem ezt tudni kell, vagy érteni a popzenéhez, vagy legalábbis igen. A korosztályban mozogni. Mondjuk tehát, ez igaz, csak mondom, a videoklipet 709 millióan nézték meg, tehát hogy azért ez egy elég nagy sláger. Én a társkeresőt nézem, nem a YouTube-ot, tudod? De figyelj, tudtad, hogy nem vagyok popzenő. Én ilyenkor sose értem, hogy az ember miért nem áll meg. De mindegy, ez a te döntésed volt, mennek az ajándékcsomagok, indul a boom, figyelj, tiki-taki. Boom! Nagy füst. Nem. Na, ezért mondtam. Na, ugye? Nem. Na. Nem. Csak a tapasztalat. Na igen. Köszi a az játékot. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Nincs mit, szia, köszi. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A dolágsali kis összenete a végére, nem? Hát azért az gyerekek, az egy gyöngyszem. Párkereső. Poén, hova rakta a Zsül? Persze, hogy nincs meg. Nincs. De, itt van, na. Kiírt a cégére. Na, figyelj, csak a dolágsali, ez a nagy klasszikus. Keresem azt a zenét szerető, természetet kedvelő, színházba járó, romantikus lelkű, intelligens, művelt, kedves hölgyet, aki lehetna. Nem mondja. Kivettük belőle a ronda rész, innen igen. Képzeljön a 9 óra múlt 2 perccel, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 16 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. A reptéri gyorsforgalmi út beszorult kamion miatt le is zárták, ezt Ildi küldte nekünk. Aztán a 17. kerületben a Pesti úton a Lukoil kút mögött mérnek a Jászberényi út felül érkezőket óvatosan valtak, küldte nekünk, valamint áll a szög a gyorsforgalmin, vagy áll a szög, mint a gyorsforgalmi, vagy áll a gyorsforgalmi, mint a szög, vagy így, hogy... Ez. És tudja, én az utolsót ismertem. Gyerekek, igen, Csaba, ez a válasz, hogy beszorult egy kamion a híd alá, és emiatt lezárták a gyorsforgalmit. A Szerencs utcánál az M3-astól Újpest irányába beállt, 20 perc, 100 méter hatalmas a dugó, ezt Dömper küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, milyen történetet hallottam tegnap a Johannesburgi reptéről, hát az valami fantasztikus. Na végre, király. Na. De marra megyünk? De. Oké. Csak mondom, hogy csak mondom, hogy hosszú tömött sorokban majd együtt mozogjatok, mint a vadkacsák meg a vadmalacok az erdő mélyén. Jani, téged már most ünnepélyesen szeretnélek megkérni arra, hogy 4 méternél távolabb ne menjél tőlem. De. Fogd a kezét a Balinak. Nem szeretném, ha elhagynád a beszállókártyádat, vagy az útleveledet. Jani utolsó mondat, a Bali, elmegyek vécére, mindjárt jövök. Soha többet, tudod, soha. Nagyon finom csokikat láttam. Bevásárolok a családnak, Jani, erre még 8 heted lesz. Nem jönnél vissza, a last call-unkban, be kellene szállni. Johannesburgi reptér, tegnap éppen beparkolok kis családommal budai bevásárló központból, éppen ugye mulatjuk az időt, és készülünk, mert hogy a család megvesz mindenféle jó dolgot. Beáll mellém, bocsi. A családdal. Bárkonyi Andi, Gabi, kislány, mindenki megérkezik. Órák óta követünk meg. Akartuk tudni, hol vásárolsz, Balázs. Hanem gyertek nyugodtan, megmutatom a tudit. Megállunk, dumálunk, pacsi, hello, mi van, mondom, nagy kalappal neked, kezdesz meg, hajrá, meg drukkolunk. És mondja, a Johannesburgi reptér, megálltak, mert hogy ők mentek ugye Botswanába, amikor is ugye a Frejnek a műsorát, amikor mi egyébként szintén celeben voltunk, ők a botswanai celebféle műsort forgatták, és a Sláger Rádió kiment. Igen. És ugye Boga Bocsi volt kint, Lajos itt maradt a stúdióban, és egy héten keresztül Botswanából tudósította. Botswanából, igen. Johannesburgi repülőtér, és ebben az a megdöbbentő, repülőtér, odaadod a hitelkártyádat, hogy innál egy bort. Ha neked nincs SMS visszajelzés, akkor
hülyére szedik magukat. Repülőjegyeket vásároltak a hitelkártyájával a Gábornak. Mennyit bukott? Félmillió forint környékén leszettek a kártyájáról. De drága bor. Következő, te fogod a csomagjaidat, szintén Johannesburg repülőtér, amiről azt gondolt, hogy azért ugye egy repülőtér mégsem olyan az, mint egy, mint tudom, egy nyomornegyed, vagy valahova, vagy bemész egy városba. Jön egy ember egy igazolványjal, hogy neked, tudja, hogy neked hol kell becsekkolni, és hogy siessél, mert le fogod késni a gépet, adod a csomagodat, ő elviszi arra a 26-os hútószalagra, és segít neked becsekkolni, ott az igazolványa, vidd a csomagokat. Gáborék nem adták oda, majd kiderült, hogy legyártatnak maguknak hamis igazolványokat. A repülőtéren, ezeket reggel bemennek a repülőtérre, mit tudom én, x-százer ember mozog a repülőtéren, felveszik ugye ezeket a kis badge-eket, ugye? És ártatlan, gyanútlan turistákból úgy szedik ki a csomagot, azt mondják, hogy figyelj, 26-oson csekkolsz, tudom melyik jár, igen, megnézik, adod a csomagot, viszem előre, mert azt már külön föladjuk, állj be, csekkolj föl, a büdös életben nem látod többet a csomagodat, szépen rakják be kocsiba, úgy, ahogy van, viszik ki. Úgyhogy senkinek semmit, fogod a csomagodat, mész és feladod, mert vége van. Úgyhogy ezért szeretnélek nyomatékosan megkérni, mert mi ketten utazunk. Olyan, mikor látod, hogy én kiadtam a csomagot a kezemből? Ahogy az enyémet se adod. Aha, Bali, Bali, jött egy csáv, odaadtam a tiedet. Sorry, small English, goodbye. Bali, Bali, van egy jó és egy rossz hírem, a jó, hogy megtartottam az enyémet. A rossz, hogy viszont odaadtam a tiedet, tehát semmit. Úgyhogy hogy Gábor érdekes történeteket mondott. Beszélgettünk hosszasan erről. Jó, de legalább tud majd vele fánkítani. Értek, Johannesburgban olyan bort ittam, csak mutatom. 5 kiló volt. Mondtam, én is mondtam neki, azért ez egy drága szórakozás volt. Na mindegy. Úgyhogy hát ezekre a kalandokra kell számítani. Kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az a Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már romiban verset írtam egy taknyos sepire. Így írtak ellen, nézz szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Wow, kakakasza TV, kakasza TV. Hey! TV! 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 Kakakasza TV, kakasza TV. Csak azért, mert elrontottad az előbb a hangulatot. Na, és dehogy rontottam, fokoztam. Nem úgy értem, csak most az aggodalmat beleraktad a Janiba. Nézd, ott ül, szorom. Az egyetlen nyugodt ember lesz az falfehér, falfehér. Én kicsikét figyelj, már hozom az atmoszférát. Nézd, Feri már patintja, és nekünk nézd meg, csak hogy kicsit hangolódj, erre nézd. Ó, gyerekek, erre rá lesz utató. Igen, micsoda dal ez. Igen. Igen, nem. Sajnos csak ezt az egyet ismerik a Totótól, pedig milyen jó zenekar. Igen. Hát nem, miért? Ott van a izétőlük. Ott van még az Amerika, az Ázsia, az Afrika, igen, a Dél-Amerika, az Ausztrália. Ott van az izé, a I Believe I Can Fly, ugye ugye. Az jó, hogy egy árkeli dal. A Shape of My Heart, ugye az a Sting-től. Igen. Na, hogy de valamivel készültök? Tehát mondjuk a Janiba egy ilyen nyomkövetőt azért bepatintotok? Vagy, Lehet van egy olyan jellegzetessége, hogy ha valami velem történik, azért leginkább mások aggódnak. Tehát, ő egy picit várja is, hogy eltűnjen egyébként. Én láttam ezeket a gyerekeknél, nem tetszik, most lehet, hogy kicsinél, majd kipróbáljuk. Ez a pórász, tudod, nem túl humános, viszont az nem jó. Kell elfélned attól, hogy egy állatkertbe vagy valamilyen rendezvény gyereked elkeveredik. Tehát ezt Jani megkapja Münchenbe. És tudsz rajta ereszteni. Van jel, mert még vécére jó, de csak 8 méteren van, akkor odállok a budi elé. Bemegy a mosdóba, de akkor is ott lesz a szép por, nem engedem sehol. Csak azért, mert hogyha... A csörlőt átrakatja, egy csörlőmotort átrakatja, egy roverből, érted, hogy egy picit, egy mackosabb, egy könnyebben tudjon visszaim, és akkor... Látom, hogy beszállunk, kicsit rántok rajta kettőt, te érzed a nyakadon a szorítást, akkor megindulsz még a kis vásárlásodból, amit már érted, a spórolt pénzed nagy részét elköltöd az első tranzitba, hol még arra 8 heted lesz. Nagy repülőtereken fogunk megfordulni, csak a Frankfurtra még én is emlékszem, például ott azért egy 300 méter drót kötél kell majd, hogy visszahúzzon. Én is jól emlékszem, a frankfurti reptére beszállás előtt egy perce hagytad el a beszállókártyádat, remekül emlékszem, és még utolsó ha most nem tudod, mi meg négy kézláb a tranzitba másszunk még Jani beszállókártyája után, ahol nem akarsz ott maradni, egy frankfurti tranzit. Na, az elhagytam, az volt, hogy valamelyik zsebembe volt. Itt van! Ez volt, az megvolt valahol, csak hát
elraktam. Igen, de São Paulóba viszont az útleveledet hagyta. De élmény veled az utazás. Igen. Csak São Paulóba menj be egy magyar nagykövetségre, azért azt old meg. Csak mondom, finom, nem? Az nagyon finom. Frankfurtba akkor a mozgójárat még nem láttam. Tehát, hogy érted, én kétszer mentem oda-vissza, csak azért, mert... Janival utazni, néz mozgójárat, mondom, hát Jani egy olyan 15 éve. Akkor előre szaladt, visszajött, előre szaladt, visszajött. Te jó ég. Fél, akkor hát repültél először? Igen. Te Frankfurtba repültél velem először? Viszont. Ültél az ablaknál, kinéztél. A kezdtem. Óriási volt, és nézegetett. Így néz ki a táj fölülről. Igen, azt szerettem én. Jó, csak mondom egyébként, hogy mindenki ugye a felszállás leszállásnál állandóan mindenki be van rosszával, szoktam figyelni. És érted, ki az az egyetlen ember, aki... Érted, én mereke meg pont ez tetszik. Az benne, a legjobb érted, rész. Rászkodik, hogy működik, érted, hogy valami kis feeling van. Jó, mire leszálltunk Frankfurtba, úgy néztél ki, mint a Wall Street farkasában, amikor mennek a legénybucsóra, és levannak, ki van peckelve a szája, le van kötve 6 darab öve, és le van szedálva. Lúdot nem nyomtál, mondjuk. Viszont amikor megérkeztek, akkor lesz egy kis feeling, mert... Na. Ez Dr. Albán. Ilyenek egy nyomunk indulat. Nem, megérkeztek is az első szavad. A svéd fogorvos. Ez nem Dr. Albán. De Hello Afrika. Persze. Az, fia, amikor leszálltok, egy rövid videó üzenetet nekem, ahol ezt nyomjátok. Jó. Hello Africa, tell me how you do. És abban a pillanatban Janit elüti egy zíjon, tudod. Hello Africa, tell me how you do. Jó, akkor kikapcsolom maga. Tényleg, Dr. Albán. Dr. Albán, persze. Igen, felismertem holna szövegről, hiszen nagyon igényes és hosszú volt. És összetett. Gyerekek, egyébként is bocsánat, az igazság az, ami velünk történik, ezt már mindenki megmondta, de egy ember mondta meg a legbölcsebben, az pedig így szól. Mindent tudtuk hallani. Öregem valamit. Imádom, én őt imádom. És arra gondoltam, hogy ezt a mai megszólalás halmazt, most tegyük rá, hogy utoljára jót tesztek, mert nem lehet tudni, hogy nem utoljára vagytok élőben, érted, adásban. Hát még holnap vagyunk itt. Hát, de veled itt már igen. Élőben, érted, hogy tegyünk jót utoljára. Tehát, hogy ki tudja, hogy mi van, hosszú az út, minden, most mindegyik megszólalásban picikét. Először is vegyünk elő, népi dolog, figyelgettem, hogy kicsiket rászálltak a kemény futballszurkolókra. Ezt nem tudom, figyeltétek, hogy ezzel foglalkoztatok? Hogy most volt valamilyen hír, hogy egy kicsit keményebb foci rigmusért az ultrákat egy picikét meghúzták. Tehát, hogy valami pár százezer forintos foci valami büntetést kaptak azért, mert picikét keményebb szurkoló verseket toltak. Hát lassan egy futballmeccsen már semmit nem lehet csinálni. Ezt akartam mondani. Azért is büntetek a szotyolázó lassan. Tehát igen. Tehát konkrétan olyan szinten vannak rájuk szállva, nem tudom, hogy ilyenkor van ki valami cenzúra is. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy az NB1-ben, a magyar NB1-ben az eddig lezajlott meccsek átlag nézőszám az 3500 fő volt, és mivel nincsenek túlságosan sokan a szép nagy stadionokban, ezért sokkal jobban hallatszódnak ezek a ritmusok, amik egyébként korábban is megvoltak, csak most csak ezeknek a helyeknek az akusztikája is jobb, meg már jobban is hallani. De hogy ilyenkor egyébként erre reagálik kell, ezt nem meg kell sértődni, hanem egész egyszer kreatívan reagálni kell. Tehát amikor valami szituáció nem úgy alakul, hogy te szeretnéd, akkor jönnek majd a következő büntethetetlen rigmusok, mint az ennye, nem? Igen. Na. Tehát, hogy ne, hát most nem. Ez még átmegy. Hát ez csak miért? Ezzel nem lehet egy izében, hogy nem volt szép. Nem irgum burgum. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ők ott dobáltak valamit, nem? Nem az volt nekem. Most azt mondják az újpestiek, hogy nem ők dobáltak, ez az Újpest Fradi, vagy a Fradi Újpest, most helyrajzi kérdés, hogy hol játszottak, de hogy ott megdobtak valaki, talán a gyúróját a Fradinak, és akkor erre mondta az Újpest, hogy nem ők dobáltak, és emiatt volt a büntetés. De én konkrétan azt hallottam, hogy konkrétan rigmusért büntették őket, mert olyan volt a rigmus, az lehet, hogy keményke volt. Másik történet. Ugye azért mondom, hogy kimennek, és ennyi. Csúnya volt. Mit csinálsz? Tehát, hogy ilyeneket. Tehát, hogy a másik az a dobálás. Tehát, hogy akkor azokat a dolgokat... Amiket... Azt megértem, hogy de nem lehet. Tehát egy üzletet tudunk megint építeni, mert azokat, amit szeretnek dobálni, azokat meggyártjuk purhabból, vagy ilyen valami, nem tudom, mizéből, hungarocellből, megcsináljuk egy-egy, azt ugyanúgy dobáljuk, tehát a szurkolói élményt nem befolyásolod. Amikor dobálás csak... kint is van, igen. A banánt, amikor bedobták, és ezt megfogta, meghámozta, és igen. De hogy azokat a dolgokat meg kell gyártani kint, és ott meg lehet vásárolni, tehát dobálhatod ugyanúgy a széket, dobálhatod, sörös korsót, minden, csak minden meg van könnyű. Hát csak nem megy el odáig. Legjobb, nem? Hát most igen. Jó, most minden értem. Nem lehet minden jó nem rögtön az elején. Lebegnének a székek, meg a purha banánok a levegőbe, tudod.
Illetve ami még fontos, hogyha vannak ilyen dalok, amit énekelnek, ami szintén obszén, szerintem kell, hogy legyen ugyanúgy, mint nem tudom, a templomban, hogy a szék alatt van egy ilyen kotta füzet, van egy ilyen kotta füzetke, amiben benne van a jóváhagyott dalok listája. Aha. És akkor beültök valakit, egy karmester beinti, és akkor nem tudom, ennyi, és akkor szépen ott, tehát hogy akkor tudod, hogy mit szabad, nem? Tehát, egy ilyen engedélyezett dalok listája. Igen, a káanyázás az Ave Máriának a dallamát. Mocskos, BKB, sálalalala, ugye ezt a kell szokták. Legalábbis amikor én még voltam utána, még ez ment. Mocskos, BKB, sálalalala. Mocskos, BKB, sálalalala. És ennek különböző variációi. Persze, hát ezek jók. Tehát, hogy illetve, hogy lehetne még az, hogy ő szeretnek ugye robbantgatni, meg ilyenek, hogy ott meg lehetne ilyen aromagyertyák, meg ilyenek, nem? Tehát, hogy valamilyen exotikus füstölőkkel ott tudnának ott, és akkor ugyanúgy füst is van, meg közben jó illat is van. Tehát, hogy, de szépen lassan, komolyan mondom, lemész szurkolni, tehát lementél úgy szurkolni, mint rendesen, hogy jó agyon verjél valakit, mert ugye azért mentél körülbelül meg, hogy lenullázál néhány BKV buszt, nem? Kis pénz, kis foci, kis balhé. Legyen így. Mini balhé. Aha. Igen. Szoftos balhé. Még a káromkodásokat, ha eltörlik, hogy azt nem lehet, olyan cifrákat sehol nem hallottam soha, mint ott. Kemény? Jártunk néhányszor Fradi meccse gimnazista koromban. Figyelj, ugyanazokat a szavakat, ronda szavakat hallod, mint egyébként máskor, és ez az összeset ismered, de abban az összefüggésben, hogy egy mondaton belül azokat szerkesztik, elalélsz a gyönyörtől. Hogy tudod ki? Tehát, hogy ilyet írni se tudnék, se kitalálni. Hát gyönyörű. A gyönyörűségek vannak. Igen. De ez a mocskos BKV és ez volt régen, nem tudom most mi van. Volt minden, persze. Hát úgy néztek ezek a rímusok, hogy volt benne ugye a klubnak a neve, akik gyaláztak, vagy annak a labdarúgónak neve, akik gyaláztak, ezen kívül olyan szó, amiben nem volt káromkodás, csak a névelők volt. Meg a költőszavak. Tehát, hogy egyébként semmi más. Na de azért, hogyha el vannak itt tévedve, akkor egy ilyen üzenbiztos, ha tényleg nem akarnak büntetést, az ennyi, jó, hogy ezt tőlünk. Ennyivel tudtunk segíteni. És jogdíjas nyilván fizetni kell. És a dallama, ugye ennyi, a dallama is az enyém, előre szólok. Tehát ezt most elmegyek a jogvédőbe és levéletem. De nem a kihipózott ultrák szokásai azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Azt a dallamot levédethetem szerinted, hogy csak a dallamot, és akkor a szöveg az nem az enyém, de a zeneszerző kasztatiből, hogy na. Ja, várja, nem tudom levédethetni. Ez már éneklik. Ez Beatles. Igen, de már éneklik ezt is egyébként. Most jöttem rá. Jó, van egy dolog, amivel jobbá tudjuk tenni a világot, és most valami azt remélem, hogy most velem tartotok, nem csak utolsó jó téteménybe. Na. Utolsó, jó? Bali, de böki a csőrödet valami? Böki, nagyon. Aha. Tegyük jobbá a világot? Aha, jobbá tesszük, és böki is. Tehát. Megérkezel a benzinkútra. Melyik oldalon van a tankotok? Bal oldalon? Nekem jobb oldalon. Jobb. Neked, Jani, neked melyik benzinkútra? Megint rossz helyen tankoltál, és majd eleszkodsz. Megint nem oda mentél? Tehát semmi köze nincsen a reklámhoz. Ez egy általánosság. Rohadt életben megint felnyomtak, hogy máshol tankolsz. Mi? Olvasó riporta jelentete. Nem. Megérkezel a kútra, tök mindegy, akkor jobbos a tankod, most akkor veletek vagyok, akkor legyen az enyém is, az benne, nekem olyan drága kocsim sose volt. Tehát akkor jobbos a tankom, mint nektek. Aha. Megérkezel, négy kút van, vagy hát négy ilyen tankolóállomás. Mind a négynél áll az autó. Állsz, várod a sorod, mindjárt kijön, nem? Eközben emberünk baromira nem jön ki, mert megtankolt, és ő közben részt vesz a kút wellness programjában. Ugye? Kávézik. Bemegy, egy jó kávé, kivárja, amíg kisül a friss pogácsa, akkor már egy ilyen olajos tájmasszás negyed órában azért csak legörget, közben olyan a WC, mint amilyen otthon soha nem lesz, tehát kivárja, még elkapja az inger. Tehát benn van egy ilyen 50 percet, közben te ott nem tankolsz a büdös életbe, az egész biztos. De figyelj, ha vesedek rám követ, hogyha azt látom, hogy 6-8 másik kút szabad, mi ott hagyjuk az autót, mi nem állunk félre. Nem azt mondtam, hogy mindenki azonnal... Hát szép! Ez az Balázs! Nem azt mondtam, hogy napon támadást kell tenni rá, csak azért legyünk őszinték, hogy sokszor van, lehet, hogy mi is hibások vagyunk, lehet, hogy most nem is az bökért csőröm, aki nem áll félre, hanem hogy nincs ennek egy gyakorlata, mert most, hogyha elkezdesz nagyon félre gurulni, miután tankoltál, akkor meg, ha-ha, na-na,
Na, sehova. Nem tudom, hogy akkor... De így beszélnek mindenki. Na, sehova. Na, sehova. Ó, hát félek, hogy ebben fogunk tudni veled tartani. Állíts meg, Lajos! Hát ez ők éppen a tényre. Hogy nincsen arra egy jó megoldás, hogy miután tankoltál, előrébb tudjál valahogy gurulni, vagy egy picit félreállni, úgyhogy közben tudjon folytatódni a tankolás, és miközben te wellnessezel, az összes újságot bontatlanul elolvasod, meg külön technikával föltéped a lecelofánozott, nem tudom, szexújságokat, meg nem tudom, aközben ne foglald el azt a négy nyomorúságos kutot, vagy kutat, miközben lehet, hogy valaki időre megy, tényleg tankolnia kéne, blablabla, és nem tud tankolni, és akkor ilyenkor indul még esetleg az, hogy elkezdesz szemből beállni, azt akkor valahogy a másik oldalról átfűzni magad, hogy tudjál tankolni. Nem azt mondtam, hogy ez évszázad botránya, de egy bosszantó dolog, amikor éppen sietél, amikor tankolnál, hogy bent nagyon várod, és ekközben bent éppen nem tudom, lehet, hogy egy multilevel tárgyalás folytat emberünk, csak ott hagyta a kúta. Éppen sütteti magának a grill csirkét, pirítja a cipót, nyitja a fél literes kólát, és készül neki egy másfél órás ilyen grill csirkés reggeli szetnek, tudod, miközben áldogál számot. Kikér még egy friss croissant, mert szólnak 10 perc, hogy mindjárt jön a friss, ne vegyen a hűtőből, és kivárja, és közben nem is gondolja, hogy ő most ott rossz helyen volna, mert lehet, hogy nincs is rossz helyen, de közben azt a három, vagy négy, vagy nem tudom, ezért kutat, azt, hogy csontra leállja, te meg ott állsz. Ilyenkor mi a... De bemehetek szólni, hogy ne haragudjál, kivel... Bemehetsz? Nem. Szerintem nem. Hát igénybe veszel igénybe veszel egy szolgáltatást. Tehát az, hogy ő ott közben vásárol, vagy az, hogy ő ott közben megreggelizik. Nézd, ha mondjuk az ember tudja, hogy megreggelizik, és ott a családdal tényleg megeszik három leölt, akkor kérdés arrébázd. De azért az, hogy elmész mondjuk a mosdóba, válogatsz magadnak valami üdítőt, veszel kettő darab újságot. Ez négy perc. Kicsit ez azt beleolvasol a napi sajtóba. Akkor szerintem azért ez bele kell, hogy férjen, szerintem a következő megoldás, beállsz a kútra, de úgy, hogy még nem állsz be egy fix helyre, és nézed, hogy hol szabadul fel. Tehát én minden kútra úgy állok be, hogy számolok vele, hogy az űrge éppen a saját grill csirkét sütteti. Tehát én nem megyek ki arrébálni, mondjuk ha beülök fél órára, nyilván igen, de egy ilyen megyek. Ha tele van, nem fogsz bemenni a kútra, és azt mondani, hogy elnézést! A barkasszal! Ott kiáll! Jó, remélem nem grill csirkét sütett, mert nagyon-nagyon ideges leszek. Igen, takarodj arrébe, rohadt ideges vagyok. De miért nincs akkor legalább egy lehetőség arra, hogy előrébb guruljál, hogy legalább a tankolás folytódhasson. De lehetőséged van, csak ugye nem a kút adja meg a lehetőséget, hogy kiállsz oldal. Na, ha te elkezdesz kigurulni oldalra, akkor ott azért Ferenc a kutasod elé feszik. Mész, kifizeted a tankolást. Kijössz, beülsz a kocsiba, kiállsz oldalra, visszamész, és válogatsz egy óráig a grillt. Jó, ugye, az ilyen az nekem szüljön már még három ezt gyereket, az mondani, ilyen persze, igen. Mert az ilyen az mennybe megy, hogy ő arrébb áll meg minden, kimegy, senki nem áll és nedves rongya letörni a nem tudom, a kutat, hogy és még körbe kérdeznék, hogy valakit meg tudok tankolni. Valaki, aki nem annyira magabiztos, annak meg is tankolnék. Szerintem ez benne van, ez olyan, hogy úgy állj be a kútra, hogy ezzel számolsz. Nyilván az ember, én is meg amikor tudok rohansz, feszülni, ha 13 percet állok. Amikor rohansz, és látod, hogy jön ki, és még szimbolikusan, direkt lassan, és még közben még megbeszéli, hogy de nem, de igen, de Jóska, de nem igen, és még nem ül be, még ott van, még beszélget egy kicsit a kocsi mellett, és már negyed órája állsz ott, és egyébként rohannál. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, nem mondom, hogy van rá megoldás, de szerintem érdemes foglalkozni vele, mert amikor mondjuk négy kút van, és te mennél, akkor bizony a bent grillcsirkéző emberünk az marhára elveszi a te idődet, ahhoz, hogy menni tudjál. De teljesen... Most írják, hogy furasd meg az autódat mindkét oldalon, és akkor dupla esélye lesz arra, hogy felszabadul a bal, felszabadul a jobb, érted, mindenhonnan meg tud tankolni. De most ez miről szólt, Tibi, valójában? Volt egy felépésetek, mondjuk Majos házán elkéstetek, és most így az éteren keresztül ki szeretnéd magyarázni? Egy. Vagy az a kút, aminek most az arca vagy, ott már lehet ilyen szolgáltatást igénybe venni? Igen, igen? Ott már az előre guruló szolgáltatás, igen? Hát ott van egy ilyen úgynevezett guruló aszfalt, ami előre tolja az autót tankolás után. Kutaszpot, kutas téma. Érted? Szóval esküszöm, hogy nem. Szóval az a bizonyos kúton nagyon pro a grill csirke. Erről szól az egész sztori. Az én kutamon zabáljatok nyugodtan, ott nem zavar, ha sorba kell állni. Arról van szó, hogy így van, ott már ingyen van a masszázs. Tehát, hogy ott leülsz, figyelj, ott kinyitál a Széchenyi könyvtár. Nem érzem igazán felháborítónak, azt gondolom, hogy van benne igazság, az ember tudja idegesíteni, de számolnod kell vele, hogy neki ott jogában van különböző dolgokat. Számolnod kell vele, kell venni, amikor vagy igénybe venni. Na de ez nem egy wellness központ, gyerekek, ide ezt tankolni mész. De miatt a csiessek?
Nem ijattam. Most komolyan kérdezem, tehát hogyha nekem ott vannak bizonyos dolgok, amiket én meg akarok csinálni, akkor ne tegyem meg azért, mert áll valaki mögöttem, az a valaki, aki siet és beállt mögém, az gondoljon arra, hogy ha ő siet, akkor a tankolás lesz hosszabb idő. De mindjó ilyen dolog van, hát mondjuk egy kasszánál is próbálsz gyorsan elpakolni, mert jönnek mögötted. Most akkor annyi erővel még ott is még megkóstolhatod a szedelt, azt akkor ott áll az egész kasszában olyan tempóban pakolsz, ahogy ott neked éppen a szatyrod van, teszik, veszed, tehát nem fogsz azért rohanni. De... Beálltál a sorba, ahogy az előtted lévőtől se várod el, hogy rohanjon. Csak normálisan fizesse ki. Te se rohansz, hanem normálisan összeszeded a cuccaidat. Én értem, hogy te mit mondasz, hogy ne lépjünk egymás lábára, de hát szerintem egy benzink után ez benne van, hogy azért ezzel számolnod hogy kell. Mennyi az idő, mennyi az idő, én milliószor láttam. Elfogadom, nem fogjátok megadni, látom már, nem fogjátok megadni, nincsen vele baj. De hogy milliószor láttam azt, amikor tényleg a pofátlanság határát csúroló meetingot megtankoltunk, és jöhet a sajtos hagymás omlett. Hát hány év alatt rendes meleg reggelit lebonyolít az ember, ott felejti a két autópályát. Van igazság, hogyha hosszú nagy villás reggelire készül, akkor azért lehet, hogy milliószor láttam ilyet, de azért mondom, hogy ez csak egy gondolat, hogy ilyenkor van-e jó megoldás. Nem tudok, én mindig szívesen pontozok, meg azt hiszem, hogy objektív is vagyok, de most azért ez tetszik is, de nem is tudom ezen magam annyira felidegesíteni, illetve számolok vele, hogyha beállok egy kútra, ott valaképpen grill csirkét eszik. Mi legyen, mondjatok valamit. Hát, ez ilyen, igen, ilyen is. Utazás előtt. Ugye, hogy nagy forgalmú kútnál, ez benne van. Hát ez benne van. Félreállsz, és utána mész büfézni. Milyen karmát akartok az útra itt, ugye? Kell eldöntenetek, ugye? Tehát, hogy repülő, jaj, hosszú, hosszú repülő. Kettes szintű csörgötős. Ezért kár volt ilyenkorán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Jó ítélet? Jó ítélet? Jó. Ugye, ez szerintem a bölcs döntés. Bölcs döntés. Nem a legalja, hogy egyáltalán nem is a legtetejű. Persze, jó, maximálisan megadjuk, egy olyan, hogy lesz. Megadjuk. De egyébként nem is igaz. Nem szoktál a 10 után hívogatni. Már nem. Egy hosszú régebben volt, amikor kis lelkileg megviselt egy ítélet, és akkor utána egy picit ilázottam, hogy de most Balázs, nem hiszem el. 4-2-kor is volt 8, nem fogadott. Hát csak így toltad arrébb a telefon. Ja, semmi, megint hagyjad fel egy ünetet. Semmi, mindjárt megnyugszik. Estére megnyugszik, igen. Igen, és így mentél végig. Mielőtt elutaztok. Rákóczi Sebestyén vadon. Amíg föl nem veszi valaki, mert majd megtanulod, hogy fölveszed, akkor nem hívom a barátodat. Na, hogy egyetlen egy ilyen klubba szeretném, hogy picit vegyetek be. Mindig van egy olyan beszélgetés csoport, amiből én mindig kimaradok, Jani nem, tehát neked látom forog az agyad, igen, ezek? Nem, de semmi csöndben vagy, mik igen, ezek? Nem, TV2-s ezt mondtam, hogy látom forogni, és ezért mondtam. Hova nem hívnak TV2-s értekezletekre? Igen, a Szép Emberek klubja, igen, minden, igen, a megfelelő állkapcsok, ez egy nagy csoportja, nem, tehát igen. Hogy amikor előjön ez a nagy beszélgetés, hogy kinek mi volt a jele az óvodában, akkor én vagyok, én vállalom, hogy rohadtul dunsztom nincs, de tippem se. Tehát arról sincs tippem, hogy volt-e jelem az óvodában. Mindenki vajon most szint. Ki az, aki rögtön be tudja mondani, nem hogy tudom, mi volt? Nem, akkor nekem sincs. Nem tudom. Nem tudod? Nem. Én a Benninek mondom mindig, mert Benni mindig kérdezi, és Benninek mondom, hogy szalonna, ezt egyszer bemondtam poénba, és azóta mindenkivel ezzel haknizik, hogy az ő apjának szalonna volt a jelen az óvodában. Minden ismerős, mindenki eltűnik, hogy cseresznye, eper, létre voltam, kis napocska. Honnan de Viki is megkérdezi, nem emlékszel? Nem mondom, hát nem. De hogy nem, honnan? Ő elsorolta visszamenőleg 8 generációjának az óvodai jelét. Honnan tudnám? Szívecske. De honnan a túróból tudja? Sokakban megmaradt. Hát egyszerűen csak egy képesség, hogy mi maradt meg az óvodából, mint emlék szerintem. Nekem az óvoda épülete, óvodástársak, mi? Óvónők is egyébként, igen, de az óvodai jel nincs meg. Mibe? Bele volt hímezve, azt mondja a Viki, bele volt. Csomó mindenbe belerakták egyébként régen. A jeledet. Belehímezték otthon a szülők, hogy ne vesszen el. Persze. Egy valakit még nem kérdeztünk meg, Mr. Memory-t. Nekem egyszer egy zsíros kenyér volt, Ferének meg egy zsák műtrágya. Ja, az enyémre is emlékszem, de most ugrott be, igen, most ugrott be, nekem pacal volt Balázsnak pénz. Jó, oké, meg vagyunk. Nekem egy adagoló garat. Ne, és azért nem emlékszem, már nem tudod érteni. Igen, a Balázsnak pedig. Igen, nekem egy talicska 20 000-es persze, igen. Egy talicska 5 dolláros persze. Senki nem emlékszik rá 4-esből? Dehogy nem, emlékszem. Neked mi volt? Kishajó. Várjál, itt a csajok kint emlékeznek. Tényleg? Emlékszik az Anna, emlékszik a Jani, emlékszik a Júli, mindenki emlékszik. Mert hogy állítólag az van, hogy az, hogy mi volt a jeled, az nagyon nagy hatása van arra, hogy egyébként milyen ember leszel utána. És megnézem, most milyen, kikeresem a hajót most. Ez, hogy itt van, tessék, nézzük meg a Janiét, hogy a kishajó az igaz-e a Janira. Érzelmes, érzékeny típus, intenzív belső élettel, élénk képzelőerővel, mások hangulataira is meglehetősen fogékony, ezen keresztül befolyásolható. Ez Jani? Hát nem. Nem Jani? Nem, ez egy baromság.
Mert? Mi mondjatok egyet, mi volt a jelent? Szívecske? Van szívecske? Hogy rá, mi azt megyek rá, miért úgy felkészületlenül... Az olyan ír, nem igaz. De valaki óvodai jelekből ír pszichológiai jellemzéseket, hogy milyen... És fizetnek érte, az a szörnyű. A pillanatra azt hitted, hogy nincs előttem egy teljes lista a jelekből? Hát egy pillanatra már azt hittem. De van! Na nézzen ezt a szívecskét, várja, figyelj, mondom neked, szív. Ez mennyire nehez, ez nagyon nem a wiki. Na várja, mondom neked, szociálisan érzékeny. Hát eddig még megállnék. Igen, segítőkész, de maga is nagyon igényli a törődést. A szeretetet érzelmileg meglehetősen kiszolgáltatott. Azt mondja ki a wiki, hogy igen. Adom, gyerekek, adom. Szóval rád van utalva. Ezt akarok mondani. Na, de én láncoltam, kiszolgáltatottá tettem mindenét. Igen, csoda, hát mellette mindenki ilyenné válik. Egy napra eltűrök, összeomlik. Van benne, egyébként van benne. Na, tessék. Felelősség teljes apuka. Igen. Beninek mi a jele? Holdacska. Még egy pici csillag, de ilyen nem lesz, hogy holdacska csillaggal, mondjuk nézzük meg a holdacskát. Már nézem neked a holdacska. De várj, a hold és a holdacska között mi a különbség? Én holdacskának hívom. Holdacska. Pici hold. Hát nem ez a csúnya, a nagy otromba teli hold, ez a pici kis fél hold. Én kis holdacska. Jó, ez lehet a Beni. Érzékeny, finom lelkű, olykor túl érzékeny mások hangulataira, érzelmeire. Anya nagyon fontos számára, akitől nehezére esik elszakadni. Totál Beni. És érzelmileg kiszolgáltatott, hiszen ki az a kiszolgáltatott. Mi történik, ha eltűnök, összeomlik. És itt van. Záró. Nézzük meg Feriét, hiszen ő munkatárs. És itt van. Megmondom a végét. Érzelmileg kiszolgáltatott. Az mindig legyen Beni. De ez is Beni, egyébként tök Beni. És apró zárójelben ide van írva, hogy látens milliárdos. Figyelj, van valami olyan például, hogy ha az enyém kis hajó volt, akkor nyilván Balázs az ellenkezője. Nézd meg a Schoonert. Az ő az volt, egy négy árbocot. Nézzük egy-két ilyen labda gomba, csak ilyen közhelyeséget, hogy a hallgatóink is magukra ismerjenek. Gomba, nézzük meg gombát, sok hallgatónak gomba volt a jelentesség. Gomba. Álmodozó természetű. Ez a Júli, ez nálunk a Júli. A gomba kicsit rárímel a gombasékre, álmodozó természetű. Anna volt a gomba. Anna gomba? Figyeld. Jó, figyelj. Közben kiabálnak. Álmodozó természetű, gondolatait, vágyait nem szívesen osztja másokkal, igen? Ám olykor hirtelen, váratlan ötleteivel lepi meg a környezetet. Na ez az Anna. Dehogy Anna. Olykor váratlan, hirtelen ötletek. Dehogy is. Az elejét még egyszer? Álmodozó természetű. Igen, ez nem? Gondolatait nem szívesen osztja nem meg másokkal. Nem szívesen osztja meg, hát reggeltől estig beszél, hagyja. Minden nap betakarom magam egy magyar nemzettel, meg egy népszabadsággal, és még úgyis észreveszi, hogy ott vagyok alatta, és negyed óráig beszél hozzám a semmiről. Lehet, tudod, kilógó lábad. Teljesen jó rá, mert nem tudtok rólam semmit. Ha most őszintén elkezdenénk beszélgetni, hogy én tulajdonképpen mit is szeretek, meg mit hogyan látok, nem tudnátok elválaszolni. Kérdezd meg, hogy érdekel. Tökéletes volt a leírás. Nem, azért nem is mondom el. Jó, Anna, ne felejtsd, ez az én rovatom, menjünk. Igen. Szerintem na, szóval Anna érdemére kiszolgáltatott. Én az elején azt gondoltam, hogy ez egy marhaság, de eddig egyébként van, ami működik. Fagyi. Van, ami működik. Fagyi. Na, valaki, sok a fagyi is? Fagyi a jele. De állítólag ilyen harcok is vannak ezért, hogy mit adjanak. Tehát a szülők állítólag ölik egymást a jelekért, Frankó. Majd meglátod, hogy az óvodában az egyik kardinális kérdés, hogy a te gyereked jeleért ölni akarsz, és azt látod, hogy a szülők veszekednek azon, hogy mi legyen a gyereknek a jele. És a két szülő hajtépe birkozik, hogy övé a fagyi, te meg álszott hülye, hogy ezt nem hiszem el. Gyerekek, nyugodjatok meg, csak egy óvodai ilyen, ne öljétek meg egyást, ennél még lesznek nehezebb döntések. A korona, te bügyes gyerek! Konkrétan nem egy óvodában hallom barátoktól, hogy hajtépe ordibálnak a szülők, hogy már pedig... Nézd már ki a parkolóba, ki életne az ugróló! Tényleg, nem hiszed el ilyenek. Fagyi, szerintem az lehetek én. Na, nézd, fagyi. Első pillantásra színes. Igen, de másodikra. Igen. Első pillantásra színes, vidám egyéniség, aki szereti az élet élvezetes oldalát, eddig igen, én vagyok. Saját nagyságát de személyiségének van egy olyan része, amit nem szívesen oszt meg másokkal. Hát, mindenkinek van. Mert így van, és ide van írva, hogy lételeme a siker, a pénz, az nő. A nők imádják, méretei elrettentőek, és igazából... És a szőrhovacs a farpofánk fele. Igen. És el tudja befögni az ABC-t. Ki a köcsön? Balázs, ez egy komoly átfogó kérdés. Bocsánat, hogy belerondítok ebbe a szép megszállásba. Ki a köcsög? Meg van olyan jel, hogy köcsög? Nem, hogy tudom, hogy emlékszem, valaki volt köcsög. A Juli? Juli a köcsög. Nézzük, van ilyen, hogy köcsög, csupor, kancsó, valami ilyesmi. Várjál, valamit kell. Köcsög. Te voltál? Köcsög. Csupor, kancsó, köcsög. Kancsó. Kancsó van. Na, kancsó, jöhet. Na, kancsó. Ez egy az egyben Juli egyébként. Na. Fontos számára a család.
otthonos, gyakorlatias, nyílt, megbízható, hűséges, mi ez egy felsorolás? És őszinte érzéseit szereti másokkal megosztani, olykor rázúdítani. Amikor a Juli, ha így néha kiborul, igen, akkor így akkor tudja tolni. Gyerekek, ez működik. Igen, ez nekem ismerősöm a Facebookon, rám zúdítja. Működik. Ja, múltkori sztori, milyen őszintén elmondta ezt az nagyon öltözős vetköző sztoriát. Imádtuk. Sőt, lett volna medve. Gyerekek. Igen. Hát kár, hogy nem ezt hoztam csörbökésnek, mert ez hármas szintű. Uh-huh. Hát félve kérdezem. Olyan szinten adtam volna meg azonnal, hogy... Na, akkor legyen ez bökte. Félve kérdezem, hogy, hogy a rengeteg fődió, búcsúzásom, megöleltek, mielőtt elmegyünk? Rohadtul, nem? Abszolút jogos. Abszolút jogos. A legnagyobb király. Abszolút jogos. A legnagyobb király. A legnagyobb király. 3-4-10 múlt 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 10 perc van, pontosan 10 óra, ha esetleg elfelejtettétek volna. Ezzel kelek, ezzel meg. Imádom, nagyon jó. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk ma reggel, kora reggel. Egy hihetetlen felismerésem volt a zuhany alatt, és valami olyat találtam föl, amit nem is értem, hogy hogy nem jutott senki eszébe, hogy nem gondolt rá senki. Egyszerűen feltaláltam újra a kiskereskedelmet. Nagyon köszönjük, a boltokat, egyszerűen hihetetlen vagy. Az online vásárlásról beszélgettünk, és átfedő pontokat fejlesztettem ki, aztán kiderült, hogy ez inkább, leginkább a kiskereskedelemre hasonlít, de mint új ötlet megpróbáltam előadni, kiderült, hogy igazából nem biztos, hogy jó. De erről beszélgettünk, valamint a netes ismerkedésekről is, hát rengeteg hallgatónknak volt tapasztalata ezen a téren, hogy milyen az, amikor ígérnek neked valamit, aztán megérkezik a delikvens a randira, nem úgy néz ki, nem azt kapod, amit vártál, és hát nem is hasonlít ahhoz, mint akire számítottál. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.